felszólunk az ellen, hogy jobbikot beengedjék Magyarország első egyetemére, tiltakozunk ezzel ellen, hogy rasszistát, hogy antiszemitát, sőt egy ilyen pártnak a tagját beengedjék ebbe az egyetemre. Egyetértünk mindannyian ezzel. Le a rasszizmussal, le a neonáci pártitról, pártokkal. És nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Bizonyára sokan ismerik azt a reklámot, amiben úgy kezdődik, hogy most már elmentek a férfiak, nyugodtan beszélhetünk az akár micsodáról. Tulajdonképpen valami ilyesmivel akarnám én is kezdeni, hogy túl vagyunk a hírértékű eseményen, úgyhogy nyugodtan beszélhetünk. Azt akartam, hogy tulajdonképpen bármit mondhatnak a mai vendégeim, mert azt már biztos megelőzi az az esemény, ami már a hírekbe be is került a mai tárcatükörről. Tehát nyugodtan a vágányon maradhatunk, azaz valóban tárcatükör lehet a témája a mai beszélgetésnek. Az eddigi három tárcatükörnek, amit ebben az évben tartottunk, van egy fontos tanulsága, hogy az általam mindig erőltetett szent háromasság, tehát hogy különbeszéljünk az örökségről, különbeszéljünk a tervekről, és különbeszéljünk az eredményekről és a kudarcokról, az általában nem szokott sikerülni, hanem a szereplők azok nagyon hamar azzal a témával kezdenek el foglalkozni, amit leginkább fontosnak tartanak. Ezért azt gondoltam, hogy ismételten csak a megszokottabb, az urak számára megszokottabb formátumra váltunk, azaz egy, lehet így mondani, kétolvasatos tárgyalást alkalmaznánk, tehát általános és részletes vitáját folytatnánk le a közigazgatási és igazságügyi minisztériumnak. Szertágazó a tevékenységi területe a minisztériumnak, talán ebből majd sok mindent láthatunk is a hátralévő nagyjából 1 és 3/4 órában. Először mégis arra kérném a ma esti két vendégünket, értelemszerűen először a miniszter urat, hogy röviden foglalja össze, hogy szerinte tárcatükör címszó alatt melyek azok a pontok, amelyeket egy általános vita kapcsán a legfontosabbnak tartana elmondani. Lehet benne szó örökségről, lehet benne szó tervekről, és lehet benne szó eredményekről is, és aztán majd azt kérném a képviselő urat, hogy erre reagáljon. Ez lenne az első kör, és utána egyébként az általános vitában a felmerülő témák kapcsán majd külön beszélnék az egyetekről, miniszter úr. Köszönöm szépen! Jó estét kívánok mindenkinek! Ha jól értem a vita vezető úr felkérését, akkor nekem most azokat a témákat kéne megjelenni, amiről szeretném, ha vitatkoznál. Hát nem egy felsorolásra gondoltam csak, hanem egy szép összefogott beszédre, amely... Jó, igyekszem rövid lenni. Köszönöm. Valóban a tárcának rengeteg olyan területe van, amelyel nem csak hogy foglalkozik, de az utóbbi időben, az elmúlt két évben, vagy szűk két évben meglehetősen gyakran szerepeltünk az újságok címlapján, hogy fogalmazott így. A közigazgatás és igazságügy mellett, amely nevében is szerepel a tárcának, ide tartozik az egyházügy, a civil kapcsolatok, a romák felzárkóztatása, kormányzati kommunikáció, a kormányzati koordináció egy része. Ha megengednék, akkor tényleg csak azért, hogy rövid és kezelhető legyen az egész dolog, és aztán valóban képviselőtársam nyilván a maga részéről hasít be a mondani valóban, ahol látja. Én egy általánosabb indítással kezdenék. Miért gondoltuk úgy 2010 elején, hogy szükség van egy ilyen minisztériumra, a közigazgatási és igazsági minisztérium? Egyrészt úgy gondoltuk, és ebben nagyjából az én emlékeim szerint 2006-tól kezdve a 2006-os választási kampányban is már határozottan emlékszem, hogy nagyjából konszenzus volt a különböző politikai erők között, függetlenül attól, hogy jobboldali vagy baloldali mérséket, vagy radikális, nem tudom, milyen beosztásokat lehet még használni, hogy az ezerforduló utáni évekre Magyarországon a közigazgatás állapota, tágabb értelemben véve a közigazgatás állapotát, központi közigazgatás, területi közigazgatás, önkormányzati igazgatás, államigazgatás, az igazságszolgáltatás állapota, az ügyek, ügyhátralékok, a bíróságok esetenkénti túlterheltsége, alacsony teljesítő képessége, és általában azok, amit mi úgy nevezünk a hétköznapi életben, az állam ügyei nagyon rosszul mennek. És tekintettel arra, hogy 2010-ben a választási kampányban is, illetve amikor a kormányt alakítottuk, akkor az egyik célkitűzésünk az volt, hogy olyan lépéseket tegyünk, amelyek lehetővé teszik, hogy elinduljunk legalább azon az úton,
amely évek múlva majd versenyképességi szempontból Magyarország számára fordulópont lehet, úgy gondoltuk, hogy az állam is egy olyan pont, amelynek a versenyképességi tényező szempontjából kulcs szerepe van. Nevezetesen a rossz minőségű az államigazgatás, a korrupt az államigazgatás, a célzilált az államigazgatás, hasonlóképpen az igazságszolgáltatással ilyen teljesítmény problémák vannak, akkor ennek van egy versenyképességi dimenziója, nyilván van egy versenyképességre vonatkozóan hátrányosan hat, hiszen hogyha lassan intéződnek az ügyek, ha állandóan elkeverednek az ügyek, összekeverednek, és a többi, akkor ez a gazdaság szereplői számára is egy áttekinthetetlen állami intézmény csúnyát jelent. Másrésztről pedig hasonlóképpen a demokrácia szempontjából, azaz polgár és állam viszonyrendszere szempontjából is problémát jelent, hiszen hogyha egy állampolgár, aki mondjuk valamilyen sérelmet szenvedett, jó okkal nem bízhat abban, hogy észszerű határidőn belül el tudja az ügyét intézni, és az állam igazságot szolgáltat neki, akár az igazságszolgáltatás keretéből, akár a közigazgatási eljárás keretéből, tehát el tudja intézni az ügyét, akkor ez azt is eredményezi, hogy nem érzi magáénak az államot, amit pedig az adó forintjaiból ő tart fenn, ha nem érzi magáénak az államot, amit tőle idegen testnek érzi, akkor nyilvánvalóan kisebb az érzelmi azonosulása is ezzel, és a többségében is a demokrácia problémák is jelent végsősorban. Nem akarom hosszú elmúlteni. Ezért gondoltuk úgy, hogy egy olyan minisztériumot hozunk létre, amelynek elsődleges feladata az, hogy azokat a lépéseket tegye meg, amely kicsit hangzatosan fogalmazva a magyar államot újra alakítja, illetve elindul legalábbis azon a nem rövid távú nyomvonalon, amelynek eredményeként reményeink szerint középtávon már egy olyan állam jön létre, amelyben bíznak a polgárai és okkal bízhatnak a polgárai. Hogy miért az igazságuk? Egyrészt adódik az igazságszolgáltatás reformjának szükségességéből, másrészt pedig adódik abból, hogy 1997 óta, tehát amióta létrejött az igazságszolgáltatáson belül is ugye az OIT, tehát az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, és részben abból adódóan az ügyészi szervezet is független parlament alá rendelt szervezet, valójában az igazságügyminisztérium valós, igazi, tényleges hatáskörökkel a jogszabályalkotáson túl, illetve a jogszabályalkotás ellenőrzésén, felügyeletén túl nem nagyon bírt, tehát úgy gondoltuk, hogy noha nemes történelmi hagyományai vannak egy önálló igazságügyi minisztériumnak, de a közigazgatással együtt, mint egy ilyen az állammal foglalkozó területeket összefogó minisztérium tud létezni. A többi terület pedig úgy jött, mint a kormányzati koordináció, mint egy ilyen, fogalmazunk úgy, hogy interdisziplináris, tehát a roma felzárkózás, az egyházügy, a civil szervezetekkel való kapcsolattartás, az ugye tulajdonképpen kormányról kormányra változó hovatartozású területek voltak, éppen ezért úgy gondoltuk, hogy mivel a kormányzati koordináció is ehhez a minisztériumhoz tartozik, a közigazgatási koordináció, központi közigazgatási koordinációt illetően, ezért ide tartoznak ezek a területek. Most már csak pár mondatban, hogy mi az, amit tettünk idáig. Ugye az elmúlt szűk két év egy rendkívül erőltetett tempójú jogszabályalkotás volt. Ezt soha nem tagadtuk, mindig is elmondtuk, hogy nagyon gyors ez a tempó, következésképpen előfordulnak hibák, azt is tudtuk, hogy elő fognak fordulni hibák, mindig is arra figyeltünk, hogy tudjuk korrigálni ezeket a hibákat idővel. Mégis ebben a szűk két évben több minden történt ezeken a területeken, mint azt megelőzően a magyar jogfejlődésben, tehát 20 évben, azt megelőző 20 évben biztos, de megkockáztatnék ennél hosszabb időtávot is. Ugye megindult a közigazgatás átalakítása, itt elsősorban mi az államigazgatás átalakításáért vagyunk felelősek, tehát az önkormányzati rendszer átalakítása belügyminisztériumhoz tartozik, a központi közigazgatás átalakítása, a megyei államigazgatás megteremtése, vagy a koordinált megyei államigazgatás megteremtése a megyei kormányhivatalok létrehozatalával, és most készülünk arra, hogy a járási szint megteremtésével létrehozzuk a koordinált államigazgatási kistérségi végpontokat, az eddigi körülbelül 2000 államigazgatási végponttal szemben a jövőben
a szándékaink szerint egy olyan 170-180 államigazgatási végpont lesz, ami egy sokkal észszerűbb, üzemszerűbb működést, reményeink szerint hosszabb távon olcsóbb működés is eredményez majd. Az igazságügy területén ugye végrehajtottuk az igazság szolgáltatás, a bírói szervezet, vagy a bírósági szervezet intézményi reformjait. Most készülünk a büntetőtörvénykönyv vitájára, illetve nyilvánosságra hoztuk már a polgári törvénykönyv kodifikációt, amit nem mi csináltunk, csak egy általunk felkért szakértői csoport készített, és aztán itt is folynak tovább a munkák, nyilván majd a parlamenti vita még csak ezután következik. A roma felzárkózás területén az Európai Uniós elnökségi időszak alatt elfogadtattuk az Európai Roma Keret Stratégiát, ennek a nemzeti stratégiáját elfogadtattuk, és most próbálunk előrejutni uniós forrásokra támaszkodva egy rendkívül nehéz területen és sokat vitatott területen is. Az egyházi ügy területén ugye most módosítottuk az egyházügyi törvényt, az Alkotmánybíróság kívánalmainak megfelelően fogadtunk el, illetve fogadott el a parlament újabb egyházakat, egyházi státuszokat, és az új civil törvény is megszületett, ennek is a próbaüzeme most van. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tettünk az elmúlt időszakban, nem mondom, hogy hibátlan volt a teljesítményünk, én úgy gondolom, hogy ahol ember dolgozik, ott mindig hibát is vét, ezt nem csak én gondolom, hanem mind már közhelyszerűen, előttem már sokan gondolták. Az igazi lényeg az, hogy a hátralévő időszakban nézzük meg ezeknek a rendszereknek a működését, és ahol hibák vannak, ott ezeket korrigálni tudjuk, amelyik pedig beváltott, stabilizálni tudjuk a működést. Köszönöm szépen a türelmüket. Köszönöm. Akkor egy áttekintő reakcióra kérném Gaudi Nagy Tamást, a részletekbe bele fogunk menni később. Nagyon szépen. Szépen és gyalázatban, hogy lehet az, hogy az asztalhoz ült egy hirtan 30-szemét a A jobb eszélyen, hogy ennyire nem vagy demokratikus, nem vagy képes meghallgatni más véleményt, tudod? Tévedtem az elején, akkor... Én mondtam neked. Nem először történt meg, akkor még egyszer megkérem képviselő urat, hogy reagáljon. Köszönöm szépen. Hát igazából ez a közjáték is szerintem teljesen jól mutatja, hogy Magyarországon egy eléggé túrz gondolkodás van még sok esetben jelen a demokratikus alapértékekkel kapcsolatban. Egy kicsit közelebb a mikrofonhoz legyen, igen. Kedves, köszönöm. Figyelemmel arra, hogy az elmúlt 20-22 évben ez a bizony csődbe ment rendszerváltásnak nevezett gengszerváltás időszakában, amelyről egyébként szerintem megegyezik elvileg a véleményünk, ugye, hiszen a Nemzeti Együttműködés rendszere is azt mondja. Én azt olvasom a Nemzeti Együttműködés nyilatkozatában, hogy egy zavaros időszak volt az egész elmúlt 22, hát tényleg zavaros volt, mert leépült Magyarország, privatizálták a nemzeti vagyont, magyar föld végveszélyben van, és tulajdonképpen az a kommunista hatalmi elit, akik az országot eladósították 90 előtt, azok gyakorlatilag gazdasági pozíciókat meg tudták őrizni, és a magyar emberek folyamatosan szorulnak háttérbe saját hazájukban, és tulajdonképpen ennek a tiltakozásnak a jegyében került be többek között demokratikus választások alapján, hogy Magyarországért Mozgalom ugye 17%-kal a Magyarországgyűlésbe, és azért is vagyunk itt, tehát én külön köszönöm egyébként miniszter úrnak, hogy elfogadta ezt a vita meghívást, illetve köszönöm a szervezőknek egyáltalán a lehetőséget. Nem a Jobbik volt a meghívó fél. Világos, tehát egyértelmű, csak Corvinus hívott meg. De ez miniszter úr erénye, hogy ő nem
áll be ebbe a sodorvonalba, amit Cohn Benditék képviselnek európai szinten, hogy gyakorlatilag ők mondják meg, hogy ki a demokratikus és ki nem, nyilván a saját kettős mércés értékrendjük szerint, hát ennek van vége, és egyébként nagyon sajnálom, hogy a fiatal emberek nem maradtak itt, és nem hallgatták végig, a kinti tüntetők sem azt választották, hogy inkább beülnek és meghallgatják a vitát, hanem előre ugye a skarlát betűt rányomták ugye az ember homlokára, annak ellenére, hogy egyébként egyetlen egy olyan utalást sem fognak találni a 22 órás tavalyi parlamenti felszólás sorozatomban, vagy bármely leírt munkámban, hogy én akár antiszemita, vagy akár cigányellenes lennék, de ez ugyanúgy nem igaz a Jobbikra sem. Tehát azt szeretném tehát előre bocsátani, hogy ugye egy nagyon történelmi lehetőséget kapott valóban a kétharmados többség arra, hogy tulajdonképpen végrehajtsa a rendszerváltozást. Tehát végülis ugye ezt olvasom itt a kormányprogram bevezető rendelkezéseiben is, ahol végülis nem kerte sokat a program, hanem azt mondja, hogy rendszerváltozást szeretnék csinálni. Most nekünk a problémánk az, hogy ugye pont az elmúlt 8 év, ugye 2002 és 2010 között világosabb bebizonyította, hogy nagyon rossz irányba tartunk. Hát ugye ebben is azért szerintem sok tekintetben egyetértünk, tehát felpörgött az államadósság, a demokratikus jogok súlyosan sérültek, ugye 2006 őszi szemkilövések, és rengeteg olyan sérült alapjog, mint a véleménynyilvánítási szabadság, egyesülési jog, gárda feloszlatása ugye ebben a körben, vagy gyülekezési jog, szétvert tüntetések tömegei, Bence József jelenleg a legtöbb tüntetését szétverésért felelős országos rendőrfőkapitány, macedón nagykövet az Orbán kormány megbízása alapján. Tehát igazából számomra az a problematikus, hogy nem történt meg ez a bizonyos rendszerváltozás. Mi ezért fejtjük ki a munkánkat a parlamentben, hogy ezt számon kérjük a kormányon. Hát azt ígérte, hogy valóban gyökerestül akar rendszert váltani, bár ugye ezt elvileg a Jobbik mondta a kormányprogram, vagy a választási programjában, radikális változást hirdettünk meg a társadalmi igazságosság és a nemzeti önrendelkezés talaján. Ezt nem kaptuk meg. Tehát itt nagyon sok változás volt, tehát miniszter úr egyetértek, tehát itt aztán tényleg mindenhez hozzányúltak, ami mozgatható volt, és ami jogszabály szintjén is alakítható volt, de ennek a fő iránya nem abba az irányba megy, ami a Jobbiknak a víziója. Egy nemzeti rendelkezés talaján álló, saját erőforrásaira, saját embereire, értékeire építő ország, ahol lényegében visszaszerezzük lényegében az önrendelkezésünket. Hiszen az elmúlt 22 év pontosan arról szólt, hogy tulajdonképpen ezt jelentős mértékben elvették tőlünk. Itt az Európai Uniós csatlakozás újnagy része ennek, de már előtte is folyamatos térvesztésben vagyunk saját hazánkban. Tehát ezt szeretnénk megváltoztatni, és én ezen a fókuszon vizsgálok mindent, a Jobbik is így teszi parlamenti munkáját. Nagyon sokan úgy készültek, vagy úgy fenték a késüket, vagy fogukat ugye arra, hogy a Jobbik majd ha bejut a parlamentbe, akkor itt hát milyen könnyű hőzöngen a parlamenten kívül, a parlamentben milyen majd hát beletörik a bicskájuk, ugye? És hát jelentem, hogy ez szerintem nem történt meg, gondolom ezt függetlenül elemzők is, ahogy látom, alátámasztják. Igenis egy tárgyszerű kritikát tudtunk megfogalmazni, a nemzeti érdek alapú kritikát képviseljük. És ha négy területet gyorsan végignézem, tehát a igazságügy területén. Én ugye ügyvéd vagyok, és Nemzeti Jogvédő Szolgálat, Nemzeti Jogvédő Szervezetnek is ügyvezetője vagyok, tehát naponta találkozom, és kollégáim is nagyszámban találkoznak azokkal a problémákkal. Az igazságügy valóban drámai helyzetben van, a végeken elsősorban, hiszen Magyarországon az egy bíróra jutó technikai személyzet, segédszemélyzet száma a legkisebb Európában, tehát a legrosszabb feltételekkel kell, hogy nap mint nap több száz ítéletet hozzanak a bírók, vagy bocsánat, nap mint több száz ügyet járjanak el a bírók, nyilván nem pont hoznak ennyi ítéletet, de mi hiába szorgalmaztuk a költségvetési vitában, és hát sok-sok parlamenti vitában azt, hogy ha tényleg egy normális országot akarunk, idézem Norvacsis Tibor egyik nagyon számomra szimpatikus mondatát, amikor az ügyvédi kamarával megállapodtak a jogalkotásra kapcsolatban, hogy közös célunk egy olyan állam, ahol mindenki jól érzi magát, és meg is tudja valósítani álmait. Ilyen egyszerű igazságokat tudok mondani. Ez egy nagyon komoly, klasszikussá vált miniszter úr ezzel, hogy mindenki meg tudja valósítani álmait, hát tényleg ez egy nagy cél. Mi legalábbis úgy érezzük, azokat az embereket képviseljük, akik úgy érzik, hogy nem tudják megvalósítani azt az álmukat, hogy az igazságszolgáltatás tényleg gyorsan, hatékonyan, pártatlanul és a szakmai szabályok szerint végezze munkáját. Sajnos mai napig is folynak olyan koncepciós eljárások, és nem a kormányon kérem számon, hogy mi nem állította le, mielőtt még miniszter úr mondaná, hogy hát a hatalmi ágak elválasztása természetesen egy szent cél, mi is ezt mondjuk, viszont
nem tette meg azokat az intézkedéseket, például a csűrt helyzetben levő fővárosi most már törvényszék, vagy Buda környéki törvényszék, Budapest környéki törvényszék, volt Pest megyei bíróság, katasztrófa helyzetben van. Tehát gyakorlatilag, ha valaki elmegy a Pest megyei bíróság volt épületébe, vagy most is mostan épületébe, egy hajléktalan szállon találja magát gyakorlatilag, ahol mind a bírók, mind a előállítottak, mind a technikai személyzet, mind az ügyvédek méltatlan felekről nem is beszélünk, az elsők, méltatlan körülmények között dolgoznak, és például a 2010-es költségvetésben örültem, hogy bekerült ennek a szektornak a megsegítésére több milliárd forint, amelyet nem költöttek el, kiderült 2011-ben, az árszámadási törvényben láttam, és amikor megkérdeztem, hogy miért nem, hát nem kaptam igazán egyértelmű választ. Jó, összefoglaló próbálok lenni. Egyházügyi témában, hát azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy botrány, az egyházügyi törvény jelenlegi sorsa és a jelenlegi kezelése, tehát az, hogy ez is ilyen egyszerűsítve mondom, tehát gyakorlatilag az Emberi Bizottság elnöke, Lukács Tamás és közeli csapata dönti el jelenleg Magyarországon teljesen önkényesen, hogy ki lesz bejegyzett egyház és ki nem. Nincs indokolás, nincs átláthatóság, nincs jogorvoslat, nincs bírói kontroll, szerintem ez nem egy jó irány. Civil törvény. Ugye ez egy új törvény lett, ahol szintén a egyes szimpatikus elemei mellett, hogy azért a civil szervezetek egyfajta megbecsülését nyilván lehet érzékelni ebből, hogy azért akkor már próbál nyitni. Mégis a pénzek elosztása fölött egy erőteljes kormányzat dominanciát hoztak létre szervezeti úton, amit tulajdonképpen attól tarthatunk joggal, hogy lényegében a kormányhoz közel álló szervezetek esetleg szimpatikusabbak lesznek, mások kevésbé lesznek szimpatikusak, tehát egyfajta párt, illetve hát nem a értékesség lesz az alapelv, hanem adott esetben a lojalitás. És végül a cigányügyben pedig határozottan azt, hát itt a miniszter úr azért árulkodó is volt, azt mondta, hogy az uniós forrásokra támaszkodva próbálunk itt tenni valamit. Hát próbálnak tenni valamit, de semmi nem történik igazából. Tehát azért ez egy elég nagy baj. A Jobbik volt az első az, aki sokat bírálatot kap ezért is, többek között ugye ezért kapjuk meg állandóan a különböző rasszista jelzőket, mert egyszerűen egy társadalmi problémára felhívtuk a figyelmet, mégpedig arra, hogy a magyar cigány együttélésben Magyarországon drámai helyzet van, és egyszerűen az élet feltételeit vesztette el a cigányság a rendszerváltozáskornak nevezett gengszterváltozáskor. Elvesztették a munkahelyeiket, és tulajdonképpen maguk rajta őket az állam. És sajnos nagyon sokan a bűnözés útjára tértek közülük, és nem védik meg a tisztességes vidéken élő magyar embereket, vagy másutt élő embereket, sem a személyüket, sem a javaikat. És nem látjuk azt a váltást, ami a etnobizniszelő Horváth Aladár és társai és Kolompár Orbán és társaihoz képest egy teljesen új rendszert építen fel átlátható módon, értékalapú módon, munkahelyteremtés, szemléletformálás, oktatás. Tehát nagyon sok itt a hiátus, úgyhogy gondolom a részletekben jobban belemegyünk, akkor erre majd alkalom lesz, hogy ezt megvitassuk. Számunkra egyébként a kiművelt emberfők sokasága teszi értékessé az országot, és én nem a versenyképességet látom döntő elemnek, hanem a szolgáltatás minőségét, meg azt, hogy az itt élő emberek érdekét szolgálja a rendszer. Tehát nem tudom, mivel kell versenyezni egy közigazgatásnak, nem hiszem, hogy egy másik állam közigazgatásával. Azért tartjuk az államot, hogy szolgálja az embereket. Ugye a miniszterek is, ugye ahogy szokta a miniszter úr mondani, szolgák valóban, és én ezt hiányoljuk. A jogalkotás pedig hát finoman szóval minősíthetetlen színvonalon zajlik sok esetben, pedig a jogalkotásért ugye a miniszter úr felel, de hát drámai jogalkotási kodifikációs botrányoktól hemzseg a elmúlt másfél év története. Reméljük, hogy a konszolidáció időszak azt hozza, hogy akkor a párbeszéd, a nemzeti együttműködés valóban együttműködésen alapul, és nem a kétszervalós kormánytöbbség kézi vezérlésével hozott lényegében rendeleti kormányzás, ami most zajlik Magyarországon. Viszonylag gyorsan szeretném lezárni az általános vitát, de azért elhangzottak olyan dolgok, amelyek után meg kell kérdezni a miniszter urat, hogy és látom is, hogy írt néhány pontot, hogy szeretne esetleg... Én csak érzeteltem. Csak érzeteltem. Azért, mert hogyha később a vitát végigmegyünk a speciális témákon, akkor talán egyszerűbb. Ezt a választ szerettem volna hallani. Köszönöm szépen. Akkor műsor... Jó diák vagyok, körülgában a közöttünk. Még meg lehet az a jegy. Szóval akkor... Pedálozó. Műsort ismertetnék, hogyha igen, szabad, tehát hogy szerintem milyen témaköröket kellene megbeszélnünk a következőkben. Nem esett szó, de szerintem tudjuk megkerülni, szerintem, ha az igazságügyminisztériumról van szó, a közjogi rendszer változását, tehát szeretném, ha egy kicsit beszélnénk az elején erről. A második nagyobb témakör lehetne az igazságügy, benne bírósági reforma, új polgári törvénykönyvvel, büntető törvénykönyvvel. A harmadik nagyobb témakör az, amit a minisztérium és a miniszter úr is a jó állam kulcsszavára
szavával fogott össze, tehát kormányhivatalok, járási rendszer, esetleg közszolgálati életpálya, és aztán meglátjuk, mennyi időnk lesz, de jó lenne a társadalmi felzárkózásról, egyházakról is beszélni, akár még a kormányzati kommunikáció is beférhet, hiszen van ilyen témakörünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy kezdjük el rögtön az elején. Nem lenne az mindig jó, ha miniszter úr kezdené, tehát azt gondolom, most akkor arra kérném Gaudi Nagy Tamást, hogy ebben a témakörben, tehát a közjogi rendszer változása témakörben, új alkotmány, alkotmányozás, a legfontosabb gondolatokat, amelyeket fontosnak tart elmondani, legyen kedves megtenni. Köszönöm szépen, ritka helyzetnek lehetünk tanulni, hiszen álltam az Alkotmányi Bizottság vagy Emberi Bizottság ülésein, nem nagyon kapok ilyen kedves invitálást, hogy folytassam a felszólásomat, mert általában sokszor ugye obstrukciónak nyilvánítják azt, hogyha többször szólalunk hozzá egy ügyhöz, és rendszeresen megvonják a szót a frakciónktól, de most köszönöm, hogy ezzel a lehetőséggel élhetek, de hát ez nem miniszter úr bűne természetesen, csak jeleztem a mindennapjainkat, hogy hogy zajlott az a 180 bizottsági ülés a tavalyi év során, amiben ez volt a jellemző, nem az együttműködés és nem a párbeszéd. Mindenesetre ugye egy új alaptörvény került a nemzet asztalára, készültem én is jó diákként, itt van nálam, és hát ugye ez egy nagyon nagy kihívás volt mindenki számára, nagy lehetőség volt arra, hogy valami újat, illetve helyesebben nem újat alkossunk, hanem a régi gyökereinkhez visszatérve, a mai kor követelményének megfelelően tudjuk újra fogalmazni Magyarországot. Ugye hozzá kell tegyem, nekem nagyon szimpatikus egyébként, hogy a Magyar Köztársaság elnevezés eltűnt. És hiszen Magyarország ugye örökké szabad, Magyarország az mindig is volt és lesz, a köztársasági államformán pedig az jön-megy, néha megy, néha jön. De nem ez határozza meg Magyarország lényegét. Bocsánat, hogy meg kell kérdeznem, ő szeretné, ha menne? Hát gyakorlatilag most már ment, tehát ez el is lett döntve, tehát... Az államforma képest, nem ment, csak a felnevezés. Nyilván... Tomás, olvasd el, nem csak nálad legyen, hanem olvasd is. Hát elég sokat olvastam, igen, elég sokat olvastam. Figyelem el arra, hogy... Ezt azt hiszem, hogy a miniszter úr tudja a legjobban, hogy azért itt ugye két olvasatban történt. Ez egy olyan különleges dolog volt, mert szegény jó reményű Salamon László ugye megkapta illetve nagy álmát, hogy ő az alaptörvény tulajdonképpen koncepciát összerakhatta, összeállította, becsülettel elvégezte a munkáját, sok értékes elemmel. Többek között nagyon egyetértettünk a két kamarás parlamentben vele. Majd utána azt kellett megélnünk, hogy lefolytattuk a parlamenti vitát, egyedüliként egyébként ellenzéki pártként mi a munkánkat végeztük, és nem kint az utcán vagy sajtótájékoztatókon hőbörögtünk, és jártuk az országot parlamentén kívüli viták keretében, hanem parlamenten belül egyedüli ellenzéki pártként mondtuk el véleményünket, szerettük volna, hogyha a magyar föld mondjuk valóban alkotmányos szintű védelmet kapna, szerettük volna, hogy az elmúlt rendszer, a kommunista rendszer meghatározó emberei végleg kikerülnének a hatalomból, szerettük volna, hogy egy olyan közjogi rendszer alakuljon ki, ahol a civil szféra, ez a bizonyos második kamarába bekerülhetett volna, és nem a pártpolitikai logikák határoznák meg folyamatosan Magyarország életét, mert sajnos erről van szó. Tehát én azt látom a bizottsági üléseken, ez teljesen kézzel, tehát hogy mondjam, én ezt egy ilyen bosszú reflexnek nevezem, és nevezünk képviselőtársaimmal, hogy egyetlen egy komoly ér van általában az ellenzéki kritikákra, nem a miénkre egyébként, mert nyilván mi nem voltunk részesei az elmúlt 20 év parlamenti munkájának, de amikor az MSZP megszólal, nem egy esetben egyébként tárgyszerű kritikát megfogalmazva, akkor azt kapják a nyakukba, ugye, hogy hát az elmúlt 8 évben ti is ugyanezt csináltátok. Hát szerintünk meg ez nem jó, ez egy nem érv, ez nem érv. És hát tulajdonképpen az egész alkotmányozás is, ugye elindult egy bizottság, ugye egy közös munkát hirdettek meg, ugye mi albizottságok különböző szakterületek szerint, mi is megtettük a javaslatainkat, majd tulajdonképpen formálisá téve az egészet, mégiscsak előjött a fiókból, egy másik változat, az elsőben se kerültek be javaslataink egyébként, csak úgy jelzem, de másodikban meg előjött Szájer József és csapata, akik teljesen váratlan egy új koncepciót hoztak elő, és még egyszer le kellett folytatni a parlamenti vitát az alkotmánynak, tulajdonképpen az alaptörvénynek. Egyébként nagyon örülök, hogy alaptörvénynek nevezik, mert ez nekünk a történeti alkotmánnyal kapcsolatos véleményünknek egy bizonyos visszaigazolását jelenti. Nagyon sokszor egyébként szomorú vagyok, hogy a miniszterelnök úr is rendszeresen most ma csak alkotmánynak nevezi a Magyarország alaptörvényét. Ugyanis alaptörvények sorozata teszi ki Magyarország alkotmányát, egészen a mondjuk vérszerződéstől kezdődően, Szent Istváni törvényeken át, Aranybullán keresztül a
azokat a békekötéseket, amelyeket a magyar függetlenségi harcok harcoltak ki, a koronázási hitlevelek és egyáltalán, tehát ahol meg kellett fogadni az uralkodóknak azt, hogy Magyarország érdekeit mindenkor elsőnek tekintik. És az alaptörvény amellett, hogy vannak szimpatikus elemei, többek között például, hogy a magyar alaptörvényt a történeti alkotmány vívmányainak fényében kell értelmezni, ez egy nagyon jó lehetőséget ad a történeti alkotmányunknak az újraértelmezésére, amelynek része egyébként a Szent Korona értékrendjének a része az, hogy egyenjogúságban gondolkodunk. Hát a Szent Korona országainak a élete úgy telt, hogy alapvetően nem a türelmetlen elnyomás jellemezte ezt az időszakot. Kérdezzük meg erről mondjuk azokat a román embereket, akiknek vissza szembesülni kell azzal, hogy az elcsatolt Erdélyben több román nyelvű iskola volt, mint az óromán területen. Tehát itt ez egy elég értékes mű áll itt előttünk, Széchenyi Zsolt és nagyon sokan mások feldolgozták. Mindesetre az alaptörvény megpróbált egy kompromisszumot kötni, ezt én úgy érzékelem. Megpróbált egy kompromisszumot kötni a történeti hagyományaink és a modern kor követelményei uniós alapjogi karta között, de úgy érzem, hogy, és ezt nagyon sokszor elmondtuk, egyébként jártuk az országot, ez érdekes viták voltak, ötpárti egyetemeken, rengeteg egyetemen jártunk, itt például nem, de jogi, azt hiszem az összes jogi kart bejártuk viták során, és hát valahogy az jött ki, nagyon érdekes és mókás volt, hogy azért a kormánypárti képviselők közül nem egyszer ilyen előre megírt spontán hozzászólásokkal próbálták védeni a alaptörvény sokszor védhetetlen rendelkezéseit. De mindesetre nagyon sok a hiányérzetem, és leginkább az a legnagyobb baj, hogy nem törekedett konszenzusra a kormányzat. Tehát a kétharmados többség ezt ugyanúgy lenyomta, ugyanúgy átnyomta, mint a legtöbb törvényt, és nem volt igazából kíváncsi arra, hogy mit mondunk. Egyetlen egy dologra vagyok nagyon büszke, hogy a jogellenes fogvatartásért járó kártalanítás az kimaradt volna az alaptörvény tervezetéből, javaslatából. Nagyon sok módosító javaslatot nyújtottunk be, több tucatot, vagy közel 50-et. Ebből ez egy volt az, ami átment, ez se saját javaslatként, hanem Lázár János egy ilyen kapcsolót a módosítóval, ő szentesítette a szöveget, nehogy egy ellenzéki módosító javaslat közvetlenül kerüljön bele. Ez nagyon kár. Tehát ez egy nagyon-nagyon sajnálatos dolog. Arról nem beszélve, hogy a választások idején, a választási programjában a Fidesz nem szólt arról, hogy szeretne alkotmányozni. Tehát szerintem egy nemzetgyűlésnek kellett volna alkotmányozni, kifejezetten. Hát a rendszerváltozásnak az érzését akkor kaphattuk volna meg, ha azt mondjuk, hogy most egy teljesen új lapot nyitunk, nem a pártpolitikai rend, nem az elmúlt 20 év szabály alapján választott képviselők, elmúlt 20 év logikája alapján, hanem újra rendezzük, újra tervezzük az útvonalakat, együtt, közösen, figyelve a civilekre, figyelve mindenkinek a véleményére, aki valamennyit is számít ebben az országban. Ez sajnos ez a követelmény nem teljesült. Ezért a legitimitás, legalitás, utolsó mondat, éppen a Török Gábor honlapjáról elemeztem egyszer a parlamenti felszólásomban, hogy ugye... Nem biztos, hogy megdicsérik ezért, de igen, én valóban, és örülök, hogy miniszter úr emlékszik rá, most elnézést, egy kicsit rossz májú leszek, akkor még nem szokott annyi könyvet olvasni a felszólásaim idején, mint mostanában a parlamentben. Nem tudom, hogy... Akkor még úgy tudott újat mondani a képviselő. Igen, most már úgy látszik, nem tudok újat mondani, mert rendszeresen könyvet olvas miniszter, amikor felszólalok, és nem csak én persze, hanem más is. Nem tudom, hogy ez még valaha problémát fog nekem jelenteni, hogy könyvet olvasok. Nem. Hozzá kell szokni az új kor követelményeihez. Senki nem mondja ezt, csak hát fájó, amikor éppen mondjuk olyan témáról beszélünk, mint igazságügy, vagy egyéb téma, ami éppen a miniszter úr tárcáját érinti, de nem ezt megvegyük egy zárójeles megjegyzésnek. Lényeg az, hogy a legalitása úgymond formálisan megvan ennek az alaptörvénynek, de a legitimitása, az elfogadhatósága, a magunké tudása, tehát az, hogy a miénk ez az alaptörvény, az nincs meg, az a gond. Nagyon sok emberben nincs meg, és szerintem ez egy történelmi hiba volt ezt elmulasztani, ezt a lehetőséget. Miniszter úr régen beszélt, de nekem még lenne két gyors eldöntendő kérdésem akkor is képviselő úrhoz. Tényleg eldöntendő kérdés. Amit mondott az alapján nem világos számomra, hogy az új alkotmánnyal, amit alaptörvénynek neveznek, azzal kapcsolatban döntően eljárási, procedurális fenntartásai vannak, vagy inkább tartalmiak? Tehát melyik az erősebb kifogás? Az eljárási, vagy a tartalmi kifogás? Mind a kettő, de nyilván a tartalmi a lényegesebb. Most a polgárokat úgymond talán, hogy kevésbé érdekli, hogy az ellenzéki képviselők javaslata, akik a társadalomnak olyan szeretét képviselik, tehát azért nem arról van szó, hogy itt most vannak öntörvényi ellenzéki pártok, akik itt
fölöslegesen akadályozzák a nagyszerű remek művek elkészülését. Van egy jogászok Murphy törvénykönyvében egy jó mondás, amik egyik kedvencem, sokszor szoktam idézni itt a parlamenti vitákban, hogy ne hagyjátok magatokat a tények által befolyásolni a rossz döntések meghozatala során. Tehát ezt rengetegszer megfigyeljük sajnos. Igen, és hát rengeteg dologban hiányoznak olyan elemek, mondom még egyszer, tehát a rendszerváltozáshoz szükséges döntő elemek, tehát például a nemzeti vagyon visszaszerzésének a alkotmányos feltételeit megteremteni például, vagy még hát az alkotmánybíróságot tulajdonképpen, hát azt mondom, hogy erőteljesen lekorlátozni, zárójelbe tenni, az ellenzéki képviselők számára gyakorlatilag elérhetetlené tették az alkotmánybírósághoz fordulás lehetőségét. Itt van a kezemben egy olyan alkotmánybírósági döntés, amivel az úgynevezett passzív engedetlenség nevezetű, vagy jogszabály engedetlen intézkedéssel szemben engedetlenség gyurcsányista alkotmányellenes jogszabály ellen fordultunk 4,5 évvel ezelőtt, hogy semmisítsék meg, mert alkotmányellenes gyülekezésjogot korlátozza. Most kaptam meg az alkotmánybíróságtól, hogy egy is kukába került. Tehát majdnem 1600 alkotmánybírósági beadvány eltűnt. Tehát ez szerintem nagyon nagy botrány. A másik eldöntendő, gyorsan megválaszolható kérdésem pedig az lenne, csak a jegyzőkönyv kedvére, hogy az előbb felmerült az a kérdés, hogy szeretné, ha menne, erre nem kaptunk választ. Kénytelen vagyok újra akkor megkérdezni. A köztársaságról beszélgetünk. Köztársaság, mint államforma? Igen. Ez szerintem abszolút az emberek döntése. Tehát, hogyha ez legyen egy nyílt vita, tehát legyen egy vita tárgya, hogy milyen államformát szeretne Magyarország. Hát, bocsánat, Belgium is vidáman el van a királyságában, annyira nem vidáman, lassan szétesnek. Tehát önnek nincs erről álláspontja, hogy melyik? De van álláspont. Én személyes véleményem az, én nekem sokkal szimpatikusabb lenne a királyság, mint államforma. Egy nemzeti királysági forma, igen. Jó, miniszter úr. Reakció. Az államformáról nem kérdezem. Ördög mindig a részletekben rejlik, melyik dinasztia. És ki lesz a király? Hát van egy király majdnem. Hát valami délszláv. Ki a Mátyás? Báni tisztségű magasabbat nem vállalok, tehát Gábor hiába is vagyok. No, hát igen, szóval az az igazság, hogy így a két blokk együtt már-már pruszi terjedelemben hömpölyög érveit tekintve, és ezt nem pejoratív értelemben mondom, hanem tényleg úgy van az ember, mint amikor most akkor egészen módosan mire is reagáljon az ember, de hát akkor próbáljunk meg fókuszálni. Ha jól értem, akkor a képviselőtársam érvelésének a lényege végül is az, hogy az alaptörvény esetén úgy látja, hogy az eljárási problémák vannak, a tartalmiról még nem beszéltünk, nyilván majd később erről lehet szó. Beszéltünk, csak a hiányról. Azt nem érzékeltem. A hiányról beszéltünk. Hát a hiány az talán abból adódik, hogy nem egy pártban vagyunk. Tehát máshogy látjuk a dolgokat, a történelmi helyzet értékelése és a helyzet megváltoztatásának a módja is értelemszerűen különbözik pártonként, ezért vagyunk különböző pártokban, máshogy gondolkodunk a világ dolgairól, szerintem nem olyan nagy probléma, mint ahogyan az Európai Unió ügyében sem fogunk szerintem sohasem egyetérteni. De jó-e az, ha egy párt alkotmányoz? Bocsánat, ezt itt meg kell kérdeznem. Én nem azt mondanám, hogy egy párt alkotmányoz, én azt mondom, hogy 2010 tavaszán... Két párt, KDNP válasz... és Fidesz. Köszönöm. Kezd imponálni Gaudi Nagy Tamás toleranciája, az előbb az MSZP-t védte meg egy bizottsági vita kapcsán, most pedig minket véd meg, valójában nem is egy vagyunk, hanem kettő. De a helyzet az, hogy 2010 tavaszán sokak számára meglepő választási eredmény született. Ezt képviselőtársamnak is mondom. Ugye szokták idézni azt, hogy én úgymond tagadtam az alkotmányozás lehetőségét még a választások előtt. Bárki megnézi az akkor velem készült interjúkat, valóban én azt mondtam, hogy szerintem nem lesz kétharmadunk. De hát ezt én nem tagadásnak nevezném, hanem egész egyszerűen úgy kalkuláltunk, hogy nem lesz kétharmad. Tehát ez egy földcsuszamlásszerű győzelem volt. És ez a földcsuszamlásszerű győzelem a parlamenti kétharmad, amit én soha nem tévesztenék össze a választópolgárok kétharmadának, hiszen ez a mandátum kétharmada ugye a választási rendszerből adódóan, de mi úgy gondoljuk, hogy az akkor hatályos és a most hatályos alkotmányozási szabályok, vagy alkotási szabályok szerint is lehetővé tették, hogy megszülessen az alkotmány. Nem két párt alkotmányozott, alakult egy albizottság, amire Gaudi nagy képviselőtársam is utalt, amely
meglehetősen sokáig folytatott is vitákat, de egy idő után a vitákra pontot kellett tenni. Két kamara, egy kamara, konstruktív bizalmatlansági indítvány, sima bizalmatlansági indítvány, erős köztársasági elnök és közvetlenül választott köztársasági elnök, vagy gyenge köztársasági elnök és parlament által választott köztársasági elnök. Ezek olyan kérdések, amelyek egy politikán belül rendkívül érdekes kérdések. Ma itt biztos, vagy azt hiszem, hogy nem lesz arra időnk, hogy megvitassuk, pedig szerintem ezek nagyon érdekes és jó szakmai vitát lehetővé tevő kérdések. A többség elve alapján születtek döntések. Az, hogy a Fidesznek és a KDNP-nek a Magyar Országgyűlésben ma kétharmada van, ez a választópolgárok döntése volt. Senki nem mahinálta a választási rendszert, senki nem piszkált bele, szabad, tisztességes választásokon a magyar választópolgárok így döntöttek. Én bár tudom, hogy sokan ebben, és ha jól értem, akkor Gaudinek képviselőtársam is ebben a demokrácia egy veszélyét látja, azt mondta, hogy az Alkotmánybíróság esetében megfosztottuk gyakorlatilag az ellenzéki képviselőket az Alkotmánybírósághoz a fordulás lehetőségétől, nem fosztottuk meg, ezt ő is jól tudja. 25%-hoz kötötték, ami jelenlegi rendszerben. Ez más, nem? Egy kicsit más. Tehát hát az, hogy igen, nem lehet Alkotmánybírósághoz fordulni, vagy a képviselők 25%-a fordulnak. Azt mondom, lényegében megfosztották jelenlegi keretek között, lényegében nem. Nem, én meg éppen azt mondom, hogy lényegében nem fosztották meg. Vannak jobbikos képviselők, akik azt mondják, hogy megfosztották, de lényegében nem fosztották meg. Az, hogy a Jobbik nem szerzett 25%-os részarányt a Magyar Országgyűlésben, ez szerintem egy számszaki probléma, ráadásul választásról választásra változnak az arányok. De ahogyan 2006 és 2010 között a Fidesznek nem volt kétharmada, a Jobbik pedig nem volt benne a parlamentben, ahogyan 2010 és 2014 között a Fidesznek kétharmada van, a Jobbik benne van a parlamentben, nem tudjuk, hogy 2014 tavaszán hogyan fognak dönteni a választópolgárok. Az a szabály viszont él, hogy a képviselők 25%-a az Alkotmánybírósághoz fordul. De miért kellett elvenni az egy szem képviselő jogát eddig? Eddig 20 évig az egy szem parlamenti, bármely ellenzéki kormánypárti képviselő utólagos normakontrollal élhetett. Ezt miért kellett elvenni? Pontosan bármely magyar állampolgár, egész pontosan. Igen, azt, hogy bármely magyar állampolgár normakontrollal élhetett, ezt kifejezetten az Alkotmánybíróság kérte, és olyan elképesztő ügyhátralék halmozódott fel az Akció Popularis következtében, amelyet egyébként a Velencei Bizottság is, nyilván egy újabb kitérő, majd, hogy a Velencei Bizottságra kell hallgatnunk, vagy nem. De maga a Velencei Bizottság is azt mondta, hogy egyébként a tehermentesíteni akarjuk az Alkotmánybíróságot, és a valós funkciójaként akarjuk használni az Alkotmánybíróságot, akkor az Akció Popularis egy nem olyan jó megoldás. Menjünk tovább szerintem, aztán még majd beszélgetünk. Képviselő is így gondolja, alkotmányt lezárhatjuk? Hát hajnalig tudnánk, ugye nyilván. Akkor lezárhatjuk azt, mondja, jól. Jó, még egy pár, a népszavazás például, hadd kérdezzem, engem ez nagyon személyesen nagyon bánt, én részt vettem több népszavazási kampányban, többek között az uniós csatlakozási kampányban is, ahol az ellenzői oldalon mondtuk el kritikánkat, és annos jelentős részben igazunk lett, hogy a termőföld veszélybe kerül, leépül a nemzetipar, stb. A népszavazás elmúlt. Csak ezek a két gondolatért között elmondott érvek is reagálásra. Bocsánat, reagálásra. Hát persze, csak jó. Azért mondom, hogy igen. Tehát ezt a gondolatot hagyja. Tehát a népszavazás szabályait önök úgy módosították, hogy még a legmegáltalkodottabb Horn rendszerben úgy változott a népszavazás rendszere Magyarországon, hogy a választópolgárok egy negyede plusz egy fő, ha egy irányba szavazott, mondjuk ugye ez 2,5 millió ember, 2 millió ember, körülbelül 2 millió plusz egy fő, igen vagy nemet szavazott, akkor az egy népszavazási, eredményes és érvényes népszavazás. Ezt önök úgy módosították, hogy felvitték 50%-ra a választópolgárok fele, tehát 4 millió plusz egy főre. Tehát a népszuverenitást, a közvetlen hatalom gyakorlás lehetőségét önök drasztikusan lekorlátozták, nyilván gondolom abból a logikából fakadon, hogy miután önök felhatalmazást kaptak kétharmaddal, ez egy kellemes és örökké való állapot, nem tudom. Ez elfogadhatatlan számomra. Tegyük hozzá, hogy ez volt az eredeti szabályozás. Ez kifejezetten a NATO és a NATO népszavazás miatt enyhítette annak idején a parlament a részvételi küszöböt. És hogy miért? Azért nem szavazták volna meg. Szerintem egyszer egy dologról beszéljünk. Igen. Tehát akkor ezért módosították, és a helyi népszavazásoknál megmaradt ugyanúgy az 50% plusz egy, tehát egészen ennyi történt, hogy visszaállt ez a rendszer. A népszavazás egy kivételes eszköz. Én úgy gondolom, hogy a népszavazásnál akkor is, hogy ha a közvetlen demokráciának ilyen jelentősége van, akkor tudnak mozgósítani ennyi embert, hogyha ennyire fontos az ügy. Csak hogy példát mondjak, a szociális népszavazás ugye
így is megmozgatta a társadalmat annak idején, hogyha pedig nem olyan jelentős az ügy, akkor pedig a népszavazást ne használják politikai fegyverként egy alapvetően képviseleti demokráciában. Lépjünk át a második témakörre. Ugye ez az igazságügy, ahol én három dolgot hoznék szóba, de beszélhetünk másról is. Elkészült az új büntetőjogi kódex, a tervezet már olvasható, éppen társadalmi vitán van, ha jól tudom. Ugyanez igaz ugye a polgári törvénykönyvre is, amelynek volt egy kalandos előtörténete a korábbi kormány alatt, ugye államfői vétóval és aztán később alkotmánybírósági döntéssel, és hát megtörtént a bírósági rendszer átalakítása is, ami szerintem lényeges lehet. Nem csupán arra gondolok, ami az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal történt, hanem itt idehozhatjuk, ha ez a téma érdekes lehet, a bírák nyugdíjaztatásának kérdését is, de ha nem, akkor ezt a nyugdíjszabályok között megbeszéljük az adott illetékes tárca felelősével. Tehát a kérdés tulajdonképpen az lenne, és akkor most azt kérném miniszter urat, hogy ezzel kezdjük, hogy ezeket a változtatásokat mi indokolja, mi ezeknek a fő célja és iránya? Akkor kezdeném az intézményi változásokkal, és onnan mennék BTK-PTK-ra. És csak röviden, tényleg, hogy minél több témára jusson idő. Az intézményi változás nagyjából amiatt volt szükséges, amit Gaudi Nagy Tamás képviselőtársam is érzékeltetett, meg én is mondtam már, a magyar igazságszolgáltatás nagyon nagy problémája az ügyhátralék, az úgynevezett ügyhátralék. Nem olyan nagyon nyilvános adat, már hogy nem olyan nagyon köztudott adat, de a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz fordult magyar állampolgárok esetében az ügyek, tehát azok az ügyek, amelyeket elveszítünk, azoknak több mint kétharmada, azokat azért veszítjük el, mert annyira elhúzódnak az eljárások a bíróságok előtt, hogy ezt emberi jogi sérelemként ítéli meg a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság, és ezért kártérítést kell fizetnie a magyar államnak. Ez az ügyhátralék általában jellemző az igazságszolgáltatásra, de különösen jellemző az úgynevezett központi régióra, tehát Budapest és Budapest környéke, ahol valóban egészen elkeserítő infrastruktúrális állapotok vannak. A Pestményi Bíróság, így van. Így van. Ezért a 2010-es pénzt egyébként nem mi nem használtuk föl, és nem a kormány nem használta föl, hanem az Országos Igazságszolgáltatási Tanács. Ez egy másik leágazása a dolognak, hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanács gyakorlatilag az utolsó másfél évben olyan ellentétekkel volt terhelve, hogy tulajdonképpen döntésképtelen volt. Eleve, mint testület viszonylag ritkán ülésezett, havonta egyszer ülésezett, és nem tudott döntéseket hozni, vezető pozíciókat nem tudott betölteni, nem tudott költségvetési döntéseket meghozni. Ezt csak azért tartom fontosnak megemlíteni, mert ez volt a motiváció amögött, amikor az Országos Bírósági Hivatal elnökének nagyon sok egyszemélyi hatásköri, döntési hatáskört adtunk, amelyet most egyébként ugye az Európai Unió már az érdeklődő levelében fölvetett, illetve az amerikaiak időnként fölvetnek, hogy ez ő szerintük egyfajta ilyen igazságszolgáltatási túlhatalomhoz vezetett, az Országos Bírósági Hivatal vezetőjének a hatáskörei tekintetében. De mi ezt azért tartottuk fontosan, mert az OIT, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács pontosan azt mutatta nekünk, hogy amennyiben túl sok a testületi hatáskör, akkor ez döntések késlekedését eredményezi, nincsenek betöltve megyei bírósági elnöki pozíciók, illetve nagyon fontos rekonstrukciós felújítási munkálatok akkor sem kezdődnek el, hogyha a pénz rendelkezésre áll. Most már a Pest megyei bíróság esetében folynak a tervezési munkák, abban bízunk, hogy tudunk előrelépni. Itt ezen a területen egyébként még azt is tesszük és biztosítjuk hozzá a pénzügyi fedezetet is, hogy Budapesten egy új bíróság jöjjön létre, amely a PKKB-nak, tehát a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak az ügyterhét kívánja enyhíteni. Maga az igazság szolgáltatási reform tulajdonképpen ezt célozza intézkedései tekintetében, nem tudom megmondani. Én most csak reményekről tudok beszámolni, nyilván Gaudi Nagy képviselőtársam pedig majd a kétségeiről fog beszámolni, hogy ezek az intézkedések valóban meghozzák-e azt az eredményt, hogy csökken az ügyhátralék a bíróságok esetében. De olyan égető problémáról van szó, amelynek a területén valamit tennünk kell, mert körülbelül 10-15 éve
gyakorlatilag semmi nem történt, és méghozzá gyökeres lépésekre, gyökeres fordulatra volt szükség, mert most már az éven túl húzódó ügyek, különösen Budapesten és Pest környékén olyan hányadot értek el, aminek következtében gyakorlatilag sokan úgy gondolták, hogy értelmetlen bírósághoz fordulni. Mert nem dől el az ügyük, olyan késlekedéssel dől el, és teszem hozzá, hogy az ügyvédek egy jelentős része már per taktikát alapozott az ügyek elhúzására, mert tudták, hogy aztán majd erre alapozva Strasbourgba mehetnek, és perelhetik kártérítésre a magyar államot az ügyek elhúzódása miatt. Ennyit az intézmény átépítésről, ami megtartotta a jelenlegi bírósági tagozódást, átnevezte, visszatérve a hagyományos elnevezésre a megyei bíróságokat törvényszékeknek, a helyi bíróságokat pedig járásbíróságoknak. Ami a BTK-t, illetve a PTK-t illeti, két külön történetről van szó. A büntető törvénykönyv esetében úgy gondoljuk, amellett, hogy korszerűsíteni kell a büntető törvénykönyvet, hiszen akárhogy is számoljuk, egy hány éves, 34 éves törvényről van szó, 1978-as a büntető törvénykönyv, amikor talán önöknek nem kell mondani, akik pár évtizeddel 78 után születtek, hogy egy kicsit változott azóta a világ, tehát bűncselekmények, teljesen új bűncselekmények jöttek létre, alakzatok változtak meg, és a többi, de emellett egy határozott célunk a büntetési tételek szigorítása is, szigorúbb büntető politikára van ma szükség Magyarországon, nem azért, mert mizantrópok lennénk, vagy éppen, nem tudom, szadisták lennénk, vagy bármilyen, hanem vagy egész, lehet, egyszerűen, a mondta. Egész egyszerűen a magyar lakosság. Az egy kicsit fárasztó, amikor az egyik politikus mindig a másik pártól a saját programjának a megvalósítását reméli, tehát nem a Jobbik programját valósítjuk meg, a saját programunkat valósítjuk meg, de a magyar választópolgárok általában azt érzik, hogy Magyarországon megrendült a közbiztonság, hogy Hon Gyula emlékezetes 1998. februári mondatát idézzük, ami Magyarországon van, az nem közbiztonság. Ez volt a közérzület 2010-ben. Ezen próbáltunk segíteni azzal, nyilván itt az előző vitán Pintér belügyminiszter úr elmondta talán, hogy növeltük a rendőrség létszámát, és a jogalkotás területén próbálunk azzal segíteni, hogy szigorítjuk a büntető törvénykönyvet. A polgári törvénykönyv még hosszabb történet, mert hogy a polgári törvénykönyv 59-es, tehát azt számolom, hogy hány éves? 53 éves, tehát még nálam is idősebb, úgyhogy már igazán régi jogszabályról van szó, és ott pedig aztán, tehát az 59-es szabályozási viszonyokhoz képest, még ha sok módosítás is volt, akkor ott viszont már alapvetően megváltoztak a körülmények, de ott nem mi, hanem egy egyébként korábban VK-s professzor úr által már működtetett szakértői kodifikációs bizottság végezte a munkát. Ez egy óriási munka, nem tudom, képviselőtársam látta-e már. Hatalmas terjedelmű, biztosan nagyon sok, nagyon érdekes szakmai vita fog majd folyni róla, és aztán ennek reményeim szerint meg fog születni ennek eredményeként az új polgári jogi kódex. Köszönöm szépen. Fel kell tennem itt is két gyors, eldöntendő kérdést. Egyrészt, hogy miniszter úr egyetértette azzal, hogy a legfelsőbb bíróság elnöke, Bakka András, akinek még tartott volna a mandátuma, ne folytathassa munkáját a bírósági szervezet élén. A kérdéssel nem értek egyet, mert nincs legfelsőbb bíróság, és Bakka Andrást rendszerint a legfelsőbb bíróság elnökének szokták nevezni, valójában ő a legfelsőbb bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke volt. És ami történt, az, hogy ez a pozíció ketté vált. A legfelsőbb bíróság kúriává vált, a kúriának a funkciója is megváltozott, a legfelsőbb bíróság bizonyos szempontból igazgatási feladatokat is ellátott, a kúria már csak az ítélkezési gyakorlat tekintetében lát el irányítási feladatokat, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács helyett pedig Országos Bírósági Hivatal jött létre, és tehát a funkció is ketté vált, és maguk az intézmények is megszűntek, és helyettük újak alakultak. És a másik eldöntendő kérdésem pedig arra vonatkozna, hogy egyetértette azzal, hogy az Országos Bírósági Hivatal vezető pozícióját egy fideszes politikus Szárja József felesége töltse be? Én Handó Tündét egy kiváló szakembernek tartom, aki másfél évtizeden keresztül mindenfajta politikai botrány nélkül, gyakorló munkaügyi bíróként, a munkaügyi bíróság elnökeként úgy hozott ítéleteket és úgy vezette a bíróságot, hogy soha senkinek eszébe nem jutott, hogy ő egy fideszes politikus felesége. Érdekes módon, akkor rögtön mindenkinek eszébe jutott, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnöke lett, hogyha
korábban is lettek volna bármilyen szakmai vagy politikai jellegű kifogások az ő tevékenységével kapcsolatban, most is tudok olyan aktív politikusról, akinek a felesége bíró, nem csak fideszesről. És a legmesszebb menőkig fontosnak tartom, hogy az a szakmai munkájában, ha szakmailag nincs kifogás vele kapcsolatban, és politikailag nem adok ott a kifogásra, akkor ne jelentsen már hátrányt, hogy valaki egy fideszes, jobbikos, MSZP-s, nem tudom, hogy milyen LMP-s politikusnak a felesége, ha egyébként a szakmai pályája abszolút igazolható és legitimálható. Gaudi Nagy Tamás reakciója. A utóbbi kérdésben egyébként egyetértünk, tehát lehet, ez meg fog lepni sokakat, tehát én azt gondolom, én ugyanúgy, tehát szakmai alapon tudom minősíteni Handó Tönte munkáját, egy munkaügyi egyik legerősebb területem sok mellett mondjuk, de nagyon sok munkaügyi per tárgyaltam, és találkoztam is vele perben, de hát nagyon jó a szakmai véleményem róla. Lát, a munkája alapján kell megítélni, és ezért nagyon nem tetszett például az Európai Parlamentben az a nemtelen és igen primitív támadás, amelyel ott Szájer Józsefet támadták, ugye azzal, hogy lehet az, hogy a feleség. Fordítva, mi nem teszi fel a kérdést például? Az, hogy egy férfi oda kerül, és mondjuk ugye a felesége meg mondjuk valami fontos beosztást lát el. Általában ritkábban van így, sőt, tehát ez már ugye egy másik kérdés, a nők közéleti részvételének kérdésköre, amiben szintén különösebb álláspontot foglalok el, adott esetben, mint mondjuk a de ott egy platformon van, mind a ketten megszavaztuk a női kvótát. Így van, például így van. Tessék, így van. Például. Kisebbségben is maradtunk rendesen. Igen. Igen. Viszont a másik ugye, de Bak András szemével kapcsolatban, tehát sok jó véleményt nem tudok elmondani egyébként, tehát itt tehát nem személy alapú a vita, hiszen ő volt az, aki gyakorlatilag tisztségét elfoglalva nem sokkal sajtóinterjúban közölte, hogy tulajdonképpen szerinte megvannak a törvényi feltételei a Jobbik törvényi úton történő feloszlatásának. Tehát gondolom, hogy ilyen ember azért nagyon jó, hogy nem Magyarország legfőbb bírói fórumának vezetője, viszont maga a mód, maga a megoldás az azért hát támadható és nem szerencsés, mert tényleg egy ilyen fedett cselekményről van szó. Tehát nyilván az volt a cél, hogy őt el kell távolítani. Nagyon sok ilyen személyre szabott jogalkotási produktumot láttunk az elmúlt időszakban. Jól emlékszem például a Lex Borkaira, amikor ugye azt a törvényszabályozást hozta a kétharmados többség, hogy képviselői tevékenységet, politikai tevékenységet nem fejthet ki rendészeti testület tagja, illetve a testületi tagviszony megszűnésétől számított 3 évig. És akkor rájöttek, hogy Borkai Zsolt is belekerül, és utóbb valahogy egy zárószavazás előtti módosító javaslattal, hogy gyorsan megoldották, hogy ez ő beleférjen a történetbe. Tehát vannak ilyen személyre szabadok, amiknek nem tetszenek. Egy jogalkotás azért az ne személyekről szóljon, hanem modellekről szóljon. Egyébként mi a kúria létrehozását támogattuk, tehát a programunk, kormányprogramunk is, a választási programunk is erről szólt, kormányprogramnak szánt választási program, hogy igenis nem helyes, nem volt helyes az a bíróság igazgatási rendszer, ahol a OIT, Országos Igazságszolgáltatási Tanács keretében a megyei bírósági elnökök alkották a többséget, tehát tulajdonképpen saját magukat felügyelték a megyei bíróságok, amelyek hát jelentős részben felelősek nyilván azért, mert nem tudják a feladatokat jól ellátni. Tehát csődhelyzet van, ezért szoktam így közleményezni, tehát csődhelyzet van tényleg a fővárosban és Pest megyében gyakorlatilag, tehát, és ez nem csak a polgári ügyekben, tehát ez az még hagyján, hogy mondjuk nem megyek bíróságra, és valahogy megoldom mondjuk közvetítési eljárással, bár erre rákérdeztem a miniszter úr meghallgatásán, annak ide a miniszter jelölti meghallgatásán 2010 májusában, hogy tervezik-e a közvetítői eljárás kibővítését, kiterjesztését, népszerűsítését, hogy ne minden idióta kisebb ügyel szaladjon az embere a bíróságra, hanem hogy tanulják meg azt, hogy vannak mediátorok, közvetítők, stb. Erre a miniszter úr nagyon pozitívan nyilatkozott, azt mondta, hogy igen, megfontoljuk a javaslatot, és szó szerint is tudnám idézni. Nem tudom, mi történt ezen a téren, nem jól hallottam eddig áttöréseket erről, de hogyha tervezzük, van... Tervezzük, jelentem, hát tervezzük. Tervezés van, tervezik az útvonalat, reméljük, hogy ez meg fog valósulni, csak hát az ügyteher az jelentősen csökkenne. Viszont visszakanyarodva tehát a ügyterhek számát, mondom, elsősorban megfelelő pénzügyi források rendelkezésre bocsátásával kell biztosítani, másrészt pedig, ahogy mondottam, tehát a bírói kar számára európai feltételeket kell biztosítani, mert valóban, ahogy mondom, tehát ez úgy kell elképzelni,
elképzelni, hogy egy bíró mondjuk egy több száz oldalas akta ügyében az ítélethozatalakor egy általában egy európai országban nagyon komoly szakmai segítséget kap előkészítő személyektől. Tehát akik tulajdonképpen feldolgozzák a tényállást, segítenek a megfelelő szakmai érvek megtalálásában az indokoláshoz, és ezt foglalja egységes szerkezetbe a bíró. Ez nem vonja el a bírónak a bírói függetlenségét, ez egy bevett intézmény. Magyarországon az egyfelül, tehát hogy mondjam, a legrosszabb ellátottsága van a magyar bíróknak ebben a munkájában, ezekben a munkájukban, és ettől ilyen kelletlenek, ettől ilyen rossz hangulatúak. Hát nyilván ez a bizonyos bírói életkor, nyugdíj téma is nagyon megrázta a bírói kart, ez látható, érzékelhető, és hát mindenképpen azt tapasztalom, hogy egy nagyon-nagyon felbojdult állapotban van a bíró. A bírói kar, akik ugye most egyrészt Baka András érveit is hallgatják arról, hogy most itt ledózerolják a bíróságokat, másik oldalra meghallgatják azt, hogy tulajdonképpen a bírók ugye felelősek az ügyek elhúzódásáért. Én nekem volt strasbourgi ügyem perelhúzódás miatt, de azt nem én generáltam. Tehát ugye azért ennek szigorú követelményei vannak Strasbourgban, azért nem, tehát ügyvédi, úgymond ügyelhúzás miatt nem ítélnek el kártérítést, hanem csak akkor, hogyha az állam két évig benhagyja az iratárban mondjuk a legfontosabb szakvéleményt, vagy elveszti az iratokat, de egy büntetőügyben még fontosabb például a dolog, hát arról van szó, hogy valakit megvádolnak, bíróság elé állítanak, több éves szabadságvesztés büntetés réme lóg a nyaka fölött, és gyakorlatilag nem jut hozzá az ítéletéhez. Hát ennél rosszabb érzést nem lehet elképzelni. Hát az elmúlt 8 évben rengeteg ilyen alapvetően politikai alapon is futó eljárás volt. Hát Budázi Györgyék eljárás a mai napig tart, amit 2008-ban indítottak. Hát ez is egy botrány önmagában. 2,5 évet volt előzetesben, most háziőrizetben. Nem a kormányon kérem számolni, ezt még egyszer rögzítsük, de gyakorlatilag ez egy botrány, hogy nem tudtunk olyan, vagy nem tudott a kormányzat olyan feltételeket biztosítani, hogy ne az legyen, hogy mondjuk havonta van egy, mondjuk tárgyalás, és akkor szépen folytatódik, csordogál az ügy. És közben az ártatlanság vélelmével egyébként védekezési jogától sokszor megfosztott laptopot például csak kivételes esetben sikerült elérni, hogy például használhasson 40 ezer oldalnyi iratot, kellett ugye neki hangfelvételeket tanulmányozni benne az előzetesben, ami fegyház körülményeket jelent Magyarországon. Egyébként én is nagyon kérem miniszter urat, hogy az előzetes letartóztatás intézményreformját legyen kedves támogatni, mert ő azt nyilatkozta annak idején 2010 májusban, hogy hát a szakmát meghallgatjuk, és akkor utána bizony hozzá fogunk nyúlni, mert Magyarországot kőkeményen elmarasztalják Strasbourgban rendszeresen az előzetes letartóztatás méltatlan körülményei miatt, ahol gyakorlatilag mondom a védekezési jogtól és a emberezményétől, körülményektől van megfosztva sok esetben ez a, mondom, fegyház. Tehát a gyilkos, gyakorlatilag az elítélt gyilkosokkal egy státuszban éli életét egy előzetesben ülő ember. Na most ezt a kormánypártok egy nagyon alaptek volt, a Kozma utcában több hullámban volt egy alkotmányi bizottsági munka, albizottsági munka, Báradni Gergely vezetésével, jó magam is részt vettem benne, megfogalmaztunk a szakma, teljes szakmai konszenzus volt, ügyvédi kamara, ügyészség, büntetés végrehajtás, mindenki szeretné, hogy itt most már a felülvizsgálat, az elrendelés, a meghosszabbítás szabályait vizsgáljuk fölül, meg az alkalma végrehajtás szabályait, és letettünk az asztal egy országgyűlési határozati javaslatot, hogy ennek mentén szeretnénk a jogalkotást elindítani, a kormány többsége az a kézmozdulattal elutasította, nem vette tárcsorozatba sem ezt a javaslatot, ez nem jó. De visszatérve tehát az alapkérdésre, tehát mind polgári, mind büntető, vagy közigazgatási ügyekben megengedhetetlen, hogy elhúzódó eljárásokkal a jó biztonságba vetett hite az embereknek annyira megrendül, hogy az önbíráskodás irányába mozdulnak el, vagy egyszerűen a jogkövetés sem lesz fontos. Mert egyszerűen azt mondják az emberek, hogy elintézzük valahogy más úton, vagy akkor egyszerűen nem tekintem fontosnak a jogot. Már pedig egy jó államban, amiről miniszter úrék nagyon sokat beszélnek, azért ez egy nagyon nagy értékkel legyen. És tudom, hogy nagyon sok a régi örökség, tehát ugye itt a hármas takoszódási mentén, ugye, tehát az örökség az nagyon nehéz, az egész 22 év ugye ebben nagyon sok bűnt halmozott föl, de az, hogy akkor tudunk igazából hát egy valóban jó államot működtetni, ha az igazságszolgáltatás nem ilyen csődhelyzetben vergődik. Egyébként szerintem még a Néprajzi Múzeum épületét is vissza kéne kapja a kúria, mert megengedhetetlen, hogy a bíróságok széttagolva drága iroda házakban méreg drága bérleti díjak ellenében működnek. Hát ezeket szépen azért építették meg a Néprajzi Múzeumot, az kúriának építették, ezt is többek között javasoltuk, illetve ugye egy csomagba raktak egy csomó büntetőjogi szabályt. Ugye ez egy rendszeres módszer a kormányzatnak, hogy például mondjuk a
Gárda ellen meghozott egyébként alkotmánysértő, még Gyurcsány Bajna időszakban származó jogszabályokat törvényi szintre emelték a szabálysértési törvény 2010-es vitájában, ahol egyben szigorították is, tehát a Jobbik határozottan szigorú büntetőpolitikát szeretne, tehát ebben egyetértünk, nem mi szeretjük, ezt azok az emberek szeretnék, akik a Jobbikra szavaztak, és nyilván gondolom a Fidesz szavazók között is sok ilyen van, és azt nem látjuk, hogy ugyan születtek szigorú, a háromcsapás törvény például, ami egy gárda, a magyar gárda részéről tett felvetés volt először, tehát beültek, beléptek a rendszerbe szabálysértéseket, ugye megszigorították, elzárásra sújtják a kis piti szabálysértéseket is, a tömeges szabálysértéseket is, amelyek lehetetlené teszik a vidéken élő emberek életét, de nincs áttörés, a végrehajtásban hiányzik az áttörés. Végül meg kérdezem miniszter urat, hogy ön egyetérte azzal, hogy az arceltakarást, egy tüntetésen, egy sportrendezvényen való arceltakarást a jelenlegi rendszerben, az új rendszerben, amely ugye szakítani kívánt az elmúlt 8 év önkényuralmi jogtipró jellegével, tiltják. Megtiltották. Tehát január 1-től felhívom mindenki figyelmét, hogy a sportrendezvényre megy el, vagy egy tüntetésre, és arcát eltakarom, mert hideg van, vagy éppen ilyen kedve van, mert a Mikulások tüntetésén vesz részt ő is, vagy éppenséggel mondjuk muszlim emberekkel együtt tüntet adott esetben a muszlim nők jogaiért, vagy bármi, akkor őt, ha abból a célból takarja el, ugye, hogy ne ismerjék föl, vagy az időjárási követelményeknek nem felel meg, akkor az 60 nap elzárással, vagy 300 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Hát nem ilyen rendszerváltást akartunk, mi azt szerettük volna, hogy kigyomlálják az összes Gyurcsány Bajna időszakból származó önkényuralmi jellegű alkotmánysértő jogszabályt. Mit mondott miniszter úr? A meghallgatásán azt mondta, hogy döntsön az Alkotmánybíróság. Az Alkotmánybíróság döntött, kukába dobta ez irányú beadványainkat. Miniszter úr? Hozzá kell tenni ezt az apró mozzanatot, hogy a rendőr felszólítja az arceltakarás megszüntetésére adott esetben az embert. És hogy ő ennek ellenére nem hajlandó felfedni az arcát. Nem arra van szó, hogy valaki fagyizik mondjuk egy esküvői fátyolban, vagy mennyasszonyi fátyolban, és ráront a rendőr és 60 napra elzárja, bár lehet, hogy a vőlegény nem bánná már abban a pillanatban, hanem arról van szó, hogy valamilyen erőszakos... Ennyit a női kvóta támogatásáról. Bocsánat. Most ez nem volt pártatlan megjegyzés. Kétségtelen. Vagy kompenzáló vitavezető, hogy Gaudi Nagy Tamásnak is tesz egy maliciózus megjegyzést, vagy pedig... Én a muszlim nők jogaiért szervezett tüntetésről beszéltem, bocsánat, tehát következetes voltam. Én a muszlim nők jogaiért szervezett tüntetésről beszéltem, tehát szerintem következetes voltam. Igen, itt hogyha olyan cselekmények történnek, amelynek következtében a rendőr úgy ítéli meg, hogy egyértelműen azt a cél szolgálja az arc eltakarása, hogy a felismerést tegye lehetetlené, akkor felszólítja a rendőr, hogy szüntesse meg az arceltakarást. Ha ezek után nem szünteti ezt meg, illetve nem fedi fel az arcát, akkor ez szabálysértő cselekménynek minősülhet, de ez sok esetben így van. Tehát nagyon sok olyan cselekmény van, amely, hogyha rendőri felszólításnak nem engedelmeskedik az ember, akkor onnantól kezdve ez átlép valamilyen törvényességi határt. Mi azt mondtuk egyébként, hogy minősített eset legyen. Ha arceltakarással követel valaki mondjuk egy rendőr ellen egy bűncselekményt, az kétszer hangsúlyosan büntessék meg, de azért büntetni valakit, mert mondjuk tényleg hideg van, és mondjuk tényleg nem szeretné azt a sálat levenni. Hát volt ilyen egyébként 2009. március 15-én egy Jobbik tüntetésre érkező felvidéki apukát és fiát, ezért büntették meg a rendőrök, mert nem vették le a sájukat. Tehát azt gondoltam, hogy 2010 után legalább ilyen esetek nem lesznek. Ehhez képest ez törvényi szinten került megfogalmazásra ez a tilalom. Ez egyszerűen botrányosnak tartom. Más kormány. Bocsánat, de Gaudi Nagy Tamásra azt meg kell kérdeznem, hogy akkor jól értettem, a Jobbik támogatni fogja az új büntetőtörvénykönyv tervezetet? Igen, tehát az irány alapvetően jó. Tehát azért ezt mindenképpen el kell mondani, hogy az a fajta szigorú büntetőpolitika, ami nem csak csupán a büntetési tételek szigorításából áll, ugye, mert mindig ezt róják ránk, hogy hát ugye ez egy milyen buta álláspont, hogy mit a 20 év helyett 40 évre emelünk egy tételt, akkor ezzel már biztos megoldódik minden, nincs így természetesen. De az, hogy a jogos védelem körét például szélesíteni kívánja az alaptörvény egyébként helyes irányú rendelkezés alapján a BTK javaslat, vagy éppenséggel a úgynevezett garázda típusú bűncselekmények szigorúbb szabályozást kapnak, ez mindenképpen jó, a közvagyon elleni bűncselekményekben szigorúbb szabályozás. Tehát ezek mind jók. Például nekünk egy régi szívfájdalmunk, és a programunk is tartalmazza, hogy a politikusi minőségben elkövetett bűncselekmények, például mondjuk Humba-György esetében, most nem akarok persze, hogy nem jogerős ügyről van szó, ugye
de hát mégiscsak nyilván sokaknak szemet szúrt, hogy ugye másfél év elsőfokú ítélettel sikerült abszolválni egy polgármesternek egy olyan ügyet, ahol gyakorlatilag ő által ismerten, tudott módon zajlanak nagyon komoly bűncselekményeket megvalósító ingatlan panamák, és azért azt gondolom, hogy egy politikus, egy választott politikus, ha nem tesz meg mindent, hogy ezt megakadályozza, vagy tud is róla, és meg ezt elő is segíti, az kétszeresét kapja annak a büntetési tételnek, amit úgymond egy átlagos ember követ el, vagy legalábbis bizonyos bűncselekmény típusoknál, tehát közvagyon, közbizalom, közérdek bűncselekmények körében, ezt mind nagyon fogjuk javasolni, remélem, hogy támogatni fogja. Ezek most a kiemelt jelentőségű bűncselekmények körében vannak, tehát ott van azzal, hogy nem automatikusan a büntetési tételt növeljük, mert a bíró számára meghagyjuk a mérlegelési lehetőséget, de kiemelt jelentőségű bűncselekményé nyilvánítjuk a hivatali visszaéléssel politikus által elkövetett. Hát ez egy eljárásjogi dolog csak. Tehát ez azt jelenti, hogy gyorsabban fognak lefolyni ezek az eljárások. Az nem utolsó szempont, de mondjuk az, hogy bárhova fordulhatott az ügyész mondjuk a első javaslat szerint, ahol éppen szabad bírói hely van a vádemeléssel, az eléggé furcsa volt, illetve az, hogy mondjuk 5 napos bűnügyi őrizetet tettek bele a javaslatba tiltakozásunk ellenére, az alkotmánybíróság viszont ezt megsemmisítette ezt a rendelkezést, tehát néha azért még működik. Ugyan, a kontroll. Működik a kontroll, néha működik, igen. Lezárjuk ezt a kört, az özvegyek öröklési szabályainak változásáról most nem beszélünk, pedig érdekes lett volna, de szabad az idő. A PTK-ról még egy mondatot, bocsánat, csak egy mondat erejéig. Kár volt ezt mondanom, tessék. Nem a öröklési szabályokról, amelyeknek egyébként szimpatikus az iránya, de egy nagyon komoly szakmai munka folyt, ugye itt sokak meglepetésére ebben is egyetértettünk, a PTK-nak viszont az a végső formája, amit hatályba kívánt léptetni a bajnai kormányzat, azt mi nem támogattuk, itt a sérelemdíj, egy csomó elem miatt nem, tehát nem részletezem hosszan, de lényeg az, hogy most itt egy újra futott szakmai munka folyt le. Ugye itt most összeraknak minden, családjogi törvény, társasági törvény, egy nagy massza lesz a polgári törvénykönyv jelenkori rendelkezéseivel. Ezt azért mi nem tartjuk túl szerencsésnek, hogy itt egy ilyen egy mega jogszabály születik. Itt szerintem nagyon sok kodifikátor, szakértő nagyon jól megél, hogy itt 4-5 évente újra kodifikálja szinte az összes alapvető jogszabályt. Itt a kiszámíthatóság nagyon fontos lenne, de mondom, ezt a részletes vitában fogjuk majd, vagy tátos parlamenti vitában, aztán májusban, ugye májusban kerül majd a ház elé. Hát az, meg ami nagyon fontos lenne, itt egy 5, tehát előzetesen is legyen lehetőségünk arra, én például ezt nagyon fordított helyzetben, én biztos, hogy bevonnám a 5 párti egyeztetéseket tartanék, mondjuk egy ilyen fontos alapvető, az állampolgárok széle tömegeit, millióit nap mint nap érintő jogszabálynál lehessen véleményt közölni, ezt tudom, hogy van, de ennél egy... A parlament, ezt úgy hívják, az 5 párti ezt, egyeztetést úgy hívják, hogy a Magyarország országgyűlése, ahol ott van 5 párt. Igen, de Deszok kifogásolta ezt helyesen miniszter úr egyébként ellenzéki képviselőként, hogy ilyen nagyobb jellegű jogszabályoknál egy előzetes szakmai egyeztetés azért az nagyon sokat segít. Nem arról van szó, hogy mutyizni a társam háta mögött, hanem arról van szó, hogy sokszor már annyira automatizmus módjára működik a jogalkotás jelenleg Magyarországon, hogy 360 törvény született ugye másfél év alatt, hogy egyszerűen nincs füle a bizottsági többségnek és a plenáris ülés többségének se arra, amiket mi elmondunk. Tehát ott már gyakorlatilag szinte késő. Mi ezt érzékeljük, hiába vetünk föl, százával tudnék mondani, és több száz módos javaslatot nyújtottam be az elmúlt másfél-két évben, ezek töredékét, most nem azért, mert biztos nem volt mindegyik rossz, de nem mindegyik jó sem, de az, hogy erre nincs nyitottság, tehát nincs szakmai vitára igazából lehetőség a jogalkotás. Én ezt veszem észre, tehát nagyon kicsi a fogadókészség, nagyon csekély. Hát jó, külön téma, de annyit hadd mondjak, hogy miközben persze, oké, lehet arról szó, hogy legyen 5 párti egyeztetés PTK ügyben. A PTK abból a szempontból eredetét tekintve egy speciális törvény lesz, hogy nem a kormány koncepciójáról van szó, hanem felkértünk egy szakértői csoportot, amelyet Vékás Lajos vezet, és amely Székely professzor úr az operatív irányítója, és amely gyakorlatilag a egyetemi embereket, gyakorló bírákat és a többi tömörítő kodifikációs bizottság, ők készítették el ezt a koncepciót. Szerintem nincsen akadálya annak, hogy akár 5 párti egyeztetés is legyen ebben az ügyben. Nincsenek illúzióim ezzel kapcsolatban. És nem azért nincsenek illúzióim, mert hogy azt mondja Gaudinak képviselőtes, hogy úgyse vagyunk fogadókészek az észrevételeikre, hanem tisztelet a kivétel
nek. Ezért ezeknél a vitáknál nagyon-nagyon kevés, abban egyetértünk, nagyon-nagyon kevés szakmai jelen van. És lehet tudni, hogy kik azok a képviselők, és azt is lehet tudni, hogy általában mit mondanak, amikor bármilyen ilyen jogszabályról van szó. Hozzáteszem, ez így volt mindig is, kormányellenzék viszony rendszerében, de ettől függetlenül természetesen lehet. Egyébként honlapon megtalálható, elolvasható, a BTK is társadalmi vita alatt, amely a vitavezető úr is mondta, a nyilván majd beszélünk a közigazgatási reformról, az is egy folyamatos társadalmi vita alatt, honlapon megtalálható, ott hozzá lehet szólni, tehát gyakorlatilag mindenki elmondhatja az érveit ezzel kapcsolatban. Nyilván majd beszélünk róla most, tehát másodszor lezárom akkor ezt a részt, és áttérünk a közigazgatás. Melyik meccset nézte? Nem tudom, mert szerintem ami zajlott, az nem támasztja alá azt, amit állítasz. Emberős előkészítésért nem, nincs vád alatt Budázi György, hanem terrorcselekmény és egyimás bűncselekmény miatt a Gyurcsány bajnai rendszerben egy törvénytelen vád alá helyezés. Illetve a Orbán kormány időszak alatt helyezték vád alá, tehát ebben közös nevezőn van mind a előző 8 éves időszak jogtipró kormánya az Orbán kormánnyal, Budázi György munkásságát, aki meg akar ismerni, a 13 különböző koncepciós eljárásról a Jogvédők a Nemzet Szolgálatában című könyv sok itt leírja. Nem látjuk. Pedig voltam katona, akkor jó volt a szemem, de úgy látszik. Még messzebb van. Ilyen nyugodt, hogy dolgozunk nem volt, hanem lesz. Mert sem erősen, sem szápolni nem kívánok. Hát Navracsics miniszter úrék hoztak egy törvényt arról, hogy a komorizmus és holokauszt tagadás is tiltott. Azt mondta, el kell jutni oda, hogy egy gépkarabélynak az első billentyűjét valaki meg tudja húzni esetleg akkor, hogyha más a bőrszint lát. Ezt ki mondta? Kirikin. De ő mennyiben kapcsolódik a Jobbik Magyarországért mozgalomhoz? Ott van rá, hogy fel is olvasni. Igen. Jobbik. Hát meg kell kérdezni az érintetteket, nem biztos, hogy így gondolják szerintem, eléggé nem így gondolják, úgyhogy... Hát szerintem sajnálom a kedves kollégát, vagy nem tudom, hallgatót, mert nem, úgy látszik, hogy nem tudta fölfogni, ami történt. Köszönjük a 18-25-ös rendezvényt, szeretnénk folytatni a programot, ha megengedik, és áttérünk a közigazgatás újjászervezésére. Köszönjük az eddigi figyelmüket minden esetre. Ugye az elmúlt napokban ez a vita, ami a járások létrehozásáról szólt, átment... Ezt gyakorolni kellett volna, amit... Átment egy... számmisztikáról szóló vitába. Én ezt nem szeretném folytatni, de az kétségtelen tény, hogy a miniszter úr pár héttel ezelőtt még azt mondta, hogy kőbe van vésve a 168 plusz 7. Nem azt mondtam, bocsánat. Én erre emlékszem. Újságírók írták, hogy én azt mondtam, hogy kőbe van vésve. Nem azért más, mert én akkor is azt mondtam, ez, bocsánat, hogy közövágok, csak azért fontos pontosítani, mert esetleg későbbi köröket spórolhatunk meg vele. Ugye ez akkor volt, amikor a honlapon kint volt a járási rendszer, ami 168 plusz 7, tehát 168 Budapesten kívüli járás, és 7 budapesti körzetről szólt. És újságírói kérdés úgy szólt, hogy jöhetnek-e létre az észrevételek során, lehet-e kezdeményezni új járásokat, és ennek eredményeként jöhetnek-e létre új járások. Én azt mondtam, hogy egyelőre nem, csak úgy lehet javasolni új járást, hogyha az azonos megyében egy másik járás megszüntetésére is javaslatot tesz, vagyis a szám marad, egész egyszerűen azért, hogy a vita ne folyjon rögtön szét, és ne legyen parttalan. Természetesen azóta is foglalkozunk vele, és hogyha kell, akkor hozunk létre, de nem volt kőbevésre, én ezt sosem mondtam. Rendben, azt viszont már nem az újságban olvastam, hanem az előbb hallottam miniszter úrtól, hogy olyan 170-178 lehet a végpont, és közben itt összeadtam, hogy 168 plusz 23 az 191, ja, tehát bocsánat. Már az is több, mint a 170-180, de nem szeretném, ha e körül folyna a vita, és tulajdonképpen azt szeretném, hogyha a miniszter úr inkább a járások létrehozásának céljáról szólna néhány szót, és aztán képviselő urat pedig arról kérdezném, hogy a Jobbik hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez. Én is itt mondanék egy idézetet, ugye nem is olyan régen az önök egyik képviselője, Hegedűs Lórántné feltette azt a kérdést, hogy miért éppen 168, és talált is rá egy magyarázatot, hogy ez lehet Mózes 11. eleddig nem ismert törvénye. Tehát, hogy hogyan
Én azt hittem, hogy a 168 óra újság miatt 168. Hogy hogyan viszonyul ez a Jobbik, az lenne majd az önhöz a kérdésem. Arra kérném önöket, hogy próbáljuk meg 45-ig lezárni feltétlenül ezt a kört, jó, hogy lesz, legyenek jó? A hallgatói kérdésekre, és egy rövid időnk legyen a végén. Nagyon röviden, hogy akkor hogy miért van szükség a járásokra, vagy miért gondoljuk úgy, hogy szükség van a járásokra. Magyarországon 3300 önkormányzat van, körülbelül 20 éve folyik arról a vita, hogy 3300 önkormányzat sok, nem kell ennyi önkormányzat, kevesebb önkormányzat kellene, mert egy ország, egy ekkora ország nem tud létezni 3300 végponttal. Szerintem a vita álvita, mert nyugodtan legyen 3300 önkormányzat, helyi közösség, helyi kormányzás, hogyha az ott lakók ezt akarják, ez egy alkotmányos alapjog. Viszont valóban vannak olyan tevékenységformák, amelyek valójában nem az önkormányzathoz, nem a közösséghez tartoznak, hanem az államigazgatás helyi funkcióinak az ellátását jelentik, hatósági feladatok. És ebben az esetben meg lehet tenni azt, hogy körzetesítjük ezeknek az ellátását, úgy, hogy ami az igazi nehézséget okozza, maga az ügyfélfogadás, az ügyek befogadása, az ügyek intézése viszont lehetőség szerint vagy helyben maradjon, vagy nagyon könnyen megközelíthető legyen. A járások kialakításánál a célunk az volt, nem népesség volt a cél, hanem alapvetően az volt a célunk, hogy lehetőség szerint a járás székhely és a járás legtávolabbi települése között 30 kilométernél nagyobb távolság ne legyen. Van, ahol van ahol 40, de ez a fő szabály, ettől kénytelenek vagyunk időnként eltérni. Ez adta ki egyébként nagyjából ezt a 168 járást, ami akár lehet 172, és szerintem is a szám nem annyira lényeges, mert ha az emberek jobban nézik magunkat, 172 járás, vagy 172 járás. Vannak olyan területek, ahol ez különös jelentőségű kérdés. A cél az, hogy miközben az állami igazgatási feladatellátást kistérségi szintre hozzuk fel, a kormányablakrendszer kiterjesztésével lehetővé tegyük, hogy minden nagyobb településen ugyanúgy lehessen ügyet intézni, sőt az eddigieknél korszerűbben és gyorsabban, azaz azt a bizonyos egyablakos ügyintézést, amely jelenleg most a megyei jogú városokban 60 ügycsoport esetében lehetséges, ez minél hamarabb a legtöbb településen, akár vasútállomáson, mert most a MÁV-val kötöttünk egy olyan szerződést, hogy vasútállomáson is tudunk kialakítani ilyen kormányablakokat, akár volt okmányirodákon meg tudjuk ezt oldani, ez informatikai fejlesztésre pénzre van szükség, nem tudom azt ígérni, hogy egy év alatt ezt meg tudjuk valósítani, hanem elindulunk, ez egy hosszabb fejlesztési út, én abban bízom, hogy már, mi van most 2012 április, tehát én abban bízom, hogy 2014 áprilisára, március-áprilisára már érezhető lesz a különbség jó irányba, és aztán természetesen még majd tovább tudjuk ezt fejleszteni. Amit most végzünk, az gyakorlatilag az ügyek elválasztása. Mi az, ami inkább önkormányzati ügy, mi az, ami inkább államigazgatási ügy. Vannak egyértelmű helyzetek, és vannak olyanok, ahol viták folynak, ezért kell nagyon óvatosan eljárnunk. Nyilván parlamentben is ezzel kapcsolatban is majd lesznek viták, van amelyik ahonnan nézem, úgy dől el, hogy inkább milyen kategóriába tartozik. Azért a Budapesttel kapcsolatos vitákról egy szót még szóljon, legyen kedves. Ugye jó? 7 vagy 23 járás, igen, vagy körzet. Igen, hát ezt a budapestiek kérték, hogy ne járás legyen, hanem körzet, mert a járás az olyan... Vidékies? Nem én mondtam. Vidéknek de jó lesz. De én vagyok. Igen. Ugyanakkor szerintem itt is egy kicsit a helyzet félreértéséről van szó, mert mindenki, vagy nem mindenki, de nagyon sokan itt is azt hiszik, hogyha 7 körzet lenne, ez azt jelenti, hogy a városban csak 7 helyen lehetne ügyet intézni. Nem. Ugyanúgy, ahogy most az okmányirodai hálózat lefedi Budapestet, ugyanúgy ezt a kormányablak hálózat lefedné, sőt, szeretnénk nyitni újabb ügyfélfogadási tereket. Egész egyszerűen az úgynevezett back office, tehát a kiszolgáló egységeket szeretnénk 7 körzetbe összehúzni, ahogy az egykor volt APEC, ma a Nemzeti Adó és Vámhivatal körzetesítve működik, ahogyan a bíróságok, nem kerületi bíróságok vannak, hanem vannak összevont kerületi bíróságok. Én szerintem például a belvárosi kerületek és az ottani közlekedés, tömegközlekedés, vagy közösségi közlekedés, hogy mostanában hívják, lehetővé teszi azt, hogy észszerűsítsük ezzel a struktúrán, de én mondom, igazából számomra ez nem, hogy mondjam,
nagyon lényegi kérdés, ha a kerületi polgármesterek ragaszkodnak a 23 körzeti hivatalhoz, akkor végsősorban az is lehet, meg ha csak fővárosi szint lesz hivatalból, akár az is lehet. Itt mi még tárgyalásban vagyunk, bízom benne, hogy megegyezésre jutunk majd. És még egy pontosító kérdés, hogy kik álljanak a járások élén, mi számítson a bajtársiassága, hogy Orbán Viktor erre utalt állítólag az EGRI frakcióülésen, vagy pedig a szakmaiság, politikusok szakmaiság. Vagy szakértők? Én úgy gondolom, hogy ne legyen aktív országgyűlési képviselő járási hivatalvezető. Van esély erre, hogy ez átmenjen? Hát, ha támogatnak, akkor igen. Tehát nincs. Menjünk támogatnak. Csak szeretném érezni, hogy a vitavezető második malíciózus megjegyzése velem kapcsolatban. Csak realista. Mi a Jobbik véleménye? Most számolták fel a gárdákat itt a miniszter úrék, úgyhogy... Hát mi nagyon nyugodtak, hogy mi annyit szenvedtünk a Gyurcsány diktatúra időszakában, hogy meg az elmúlt másfél év sok méltánytalanságától, hogy eléggé megedződtünk, úgyhogy igen, nagy jó kedvet tud eríteni ugye az ilyen típusú megnyilatkozás, amiről Pepin bácsi jut az eszembe a Sörgyári Kapricsóban, hogy bocsánat, minden kis figyelmet, ha kaphatnánk. Köszönjük. Tehát, egyébként nincs könnyű helyzetben, miniszter úr, tehát nem irigylem. Nem irigylem, mármint a járás és közigazgatási témában, hiszen gyakorlatilag nagyon jól látható, hogy itt gyakorlatilag élethalál harc határán zajló küzdelem folyik. Én ezt így érzékelem, bocsánat. Tehát, ez egy ilyen szakma. Ilyen szakma. Képviselő úr, készüljön fel. Így van, tehát ez nagyon keményen folyik, és most éppen úgy látom, hogy miniszter úr tényleg egyfajta ellenzéki szerepet él át ugye a kormányzat tagjaként, ami arra utal, hogy azért vannak viták, viszont az, hogy valóban a bajtársiasság lesz-e meghatározó a szakmaiság, ebben a miniszter úr valóban határozott álláspontot képviselő szakmaiság, csak az a gond, hogy például a kormányhivataloknál se az ő álláspontja érvényesült, hiszen ugye ha ő azt mondja, hogy nagyon jó célkitűzés az, hogy a járási hivatalok élén ne álljanak aktív országgyűlési képviselők, csúnyában fogalmazva ne legyenek párt áparátsikok, ugye úgymond járási hivatalok élén, ne legyen ez egy kegyúri jog, amiben részesülhetnek a különböző kegyeltek vagy bajtársak, akkor a kormányhivatalok élén viszont miért engedik, hogy aktív országgyűlési képviselők tevékenykedjenek, hiszen jelenleg rendszerben ez így működik. Lehet, hogy nem rajta múlik, de mégis így van. Ha valaki megfigyeli egy megyei kormányhivatal működését, akkor ott megfigyelhető, hogy van egy politikai vezető és van egy szakmai vezető. A szakmai vezető a kormányhivatal főigazgatója, aki szakember, közigazgatási szakember, közgazdász vagy jogász végzettségű. A politikai vezető, a kormány megbízott feladata az, hogy a kormányzati politika megvalósításáért politikai felelősséget vállaljon, hogy ne köztisztviselőnek kelljen politikai felelősséget vállalni. Az előző időszak közigazgatásának éppen az jelentette az egyik legnagyobb problémáját, hogy sok esetben köztisztviselőnek kellett politikai döntést meghozni, amikor kormányzati politikai döntést kellett képviselnie. Mi pontosan ezért választottuk ketté. Ott van egy politikus azonosíthatóan, aki a politikai felelősséget viseli azért, hogy az adott megyében a kormányzati politikai döntések megvalósuljanak. Aki lecserélhető, nem arra van, hogy bebetonozzuk, ő lecserélhető, új kormány jön, más kormány megbízottat nevez ki. Ami a fontos, hogy ugyanakkor védje, a saját politikai felelősségével védje az alatti lévő kormányhivatali struktúra politika mentességét és szakmaiságát. Köszönöm szépen. Hát igen, gyakorlatilag meg azt látjuk, hogy tényleg most nem akarom itt a konkrét érintett képviselőket minősíteni, mert lehet, hogy valaki jól látja a munkát, valaki nem, de azért egy teljes értékű országgyűlési képviselői munka mellett szerintem nem szerencsés, finoman fogalmazva, és nem jó, hogyha valaki egy ilyen komoly politikai felelősséggel járó döntéshozatali munkát végez, hogy egy teljes megyei kormányhivatal működésért kvázi vállalja a politikai felelősséget. Én biztosan nem merném felvállalni, lehet, hogy az én mindig a alkotmányi bizottságban szokták mondani nekem a kormánypárti képviselők, amikor elénk tesznek egy 80 oldalas javaslatot, hogy 5 percünk van áttanulmányozni, és erről mondjuk gyorsan véleményt, hogy Gaudin Attilásra megint felkészületlenül jött az ülésre. Tehát lehet, hogy az én felkészületlenségem, de szerintem abszolút nem szerencsés, hogy a bizottság álláshalmaz.
alkalmazás, amely ellen éppen az ide előbb idézett Novák Ez is nagyon sokat harcol, nem szerencsés. Ezért is lesz 2014-től összeférhetetlen a kettő, ugyan a polgármesteri tisztség és a megyei közgyűlési elnöki tisztség is. Ennek örülünk. Elérkezett a ha nincs több egy mondat, az ami, tehát ezt nem tudom elmondani érdemben a közigazgatás egész éve, csak elmondtam, hogy a miniszter úr helyzetével kapcsolatban megértő vagyok. Én hibám, elbeszéltem. Jó, nyugodtan, tessék. Nem, tényleg ezt szeretném. Tehát itt azért arról van szó, hogy a magyar, ugye ezt a kormányprogram is leírja, hogy az elmúlt 8 évben az ország számos pontján összefüggő vidéken az állam felszámolta önmagát. Orvosi ellátás, iskola, posta megszüntetése után a törvény őreit, rendőröket is elvonták a településekről. Sokan úgy érezték, az állam elhagyta őket, magukra maradtak, kiszolgáltatottak. Sajnos tehát ez tény és való, hogy a vidéken élő, kistelepüléseken élő emberek számára azért a szolgáltatásokhoz, az állami szolgáltatásokhoz való hozzájutást nem szabad korlátozni szerintünk. Tehát az Európai Uniónak is, amit mi nem szeretünk, de még a szubszidiaritás ugye az egyik fontosabb alapelve, Szent Korona alapelve egyébként ugyanúgy, tehát hogy gyakorlatilag a legtöbb döntés lehetőleg a legalacsonyabb szinten szülesse meg, és az, hogy vannak hozzáférési pontok egy kistelepüléssel, mondjuk Érpatakon, amely ugye kiválóan működteti azt a modellt, ahol hogyan lehet a magyar cigány együttélésben sikereket elérni, úgyhogy a beilleszkedő, együttműködő lehetőséget kínál azoknak is, akik adott esetben bűnöző és romboló szerepe életet folytatnak, és azt igazolja az élet, hogy ez a 2000 fő alatti település sikerrel járt. Na most most az önkormányzati törvény miatt viszont 2000 fős települések alatti települések számára az önálló döntéshozata, az életük igazgatása, az önrendelkezés tulajdonképpen szűkülni fog. Én így látom ezt, és az, hogy Budapest meg a polgármesterek itt védik az előjogaikat, hát itt tényleg azt abban egyetértek, hogy valahogy ezt racionalizálni kell, legalábbis a Demszki ország Budapest rombolásának az örökségét nagyon nehéz felszámolni, Talós István azért ebben próbál láthatóan lépéseket tenni, de láthatóan a kormány sincs teljes mértékben mellette. Mert ugye például a BKV-t sem tudják úgy rendezni, ahogy ezt Talós úr szeretné, láthatóan itt Rogán Antala vannak hatalmas vitái, lehet, hogy éppen ugye tisztségért ugye vetélkednek, de nem erről kéne szóljon a politika, hanem arról, hogy mondjuk valóban egy szakmai alapon minőség, tehát a szolgáltatás minősége, és végül is az önrendelkezés, tehát a vidéken élő emberek és a főváros, tehát mindenhol ért, tehát a nemzeti közösségek számára az emberhez méltó életet biztosítsuk egy minőségi és olyan szolgáltatással, amely nem tekinti a kis településeket ilyen kiktatandó, gazdaságtalan tényezőnek. Tehát mi ezt a mércét fogjuk számon kérni. Ezért volt kár, hogy a megyei önkormányzatok vagyonát egy tolvonással elvették a megyei önkormányzatoktól például. Jó. És egy szomorú dolog. Rövid időnk maradt. Ha most éppen senki nem szeretne felállni, akkor áttérünk a villám kérdésekre. Kiválasztottam 3-3 kérdést mind a két vendégünkhöz, és arra kérném önöket, hogy ha lehet, akkor gyorsan válaszoljanak. Az első kérdés Navracsis Tiborhoz, tehát ezek hallgatói kérdések. Ez egy szép kérdés. Hogyan tudta a minisztérium biztosítani a felfokozott törvényhozás igényelte munkát, szakértelmet? Mi volt a biztosíték egy ilyen nagy volumenű munka minőségének biztosítására? Rögtön. A minisztérium munkatársai heroikus munkát végeztek. Tehát ez tényleg így van, hogy a nap 24 órájából sok esetben 18-20 órát dolgoztak az elmúlt két évben, amit sajnos nem tudok kellőképpen honorálni. Meg kell, hogy mondjam, nagyon alacsonyak a kormánytisztviselői fizetések is, és azok a túlórák, azok gyakorlatilag megfizethetetlenek. Ezek az emberek nagyon fáradtak most már, nagyon sokat dolgoztak, és hogy mondjam, kisebb részben az ő hibájukból adódóan követtünk el hibákat, nagyobb részben egyéb, hányattatások következtében jöttek olyan törvényhozási hibák, amiket Gaudi nagy képviselőtársam is itt említett, de tényleg azt kell mondanom, hogy a minisztérium rajtam kívül, és rajtam kívül álló okokból heroikus munkát végzett az elmúlt 1 és 3 évben. Nagyon nehéz időszakon van túl, és szerintem ahhoz képest, hogy milyen leterheltséggel működött a szakemberek, kiváló teljesítményt nyújtottak. Köszönöm, Gaudi. Nekem is lehet észrevételt tenni erre a témára? Hogyne. Egyébként ezt annyiban meg kell erősíteni, hogy valóban heroikus munkát végeznek az igazságminisztérium munkatársai, akik egyébként tényleg szinte a legnyitottabbak a bizottsági viták során. Mert ugye a bizottság, amikor előkerül egy törvényjavaslat, akkor ugye ott az ember elmondja a kéteit, felteszi a kérdéseit, mondjuk például arról, hogy a vízi közmű szolgáltatásról szóló törvényhez miért kellett a nem dohányzók védelméről szóló törvény módosításaként benyomni azt, hogy játékosszonyúban is lehet
dohányozni, például kijelölt dohányzó hely hiányában, és ilyenkor megkérdezzük tőlük ezt, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló törvényhez mit keres a nem dohányzók védelméről szóló törvény módosítása, akkor ők is azért úgy, hogy már belerezzenek ebbe, hogy ez miért történik ez, egyébként egy alkotmányi bizottsági módosító javaslat volt, vagy például nagyon kellemetlen helyzetbe kerültek ők akkor, amikor vissza kellett vonniuk a minisztérium javaslatából azt a társasági törvénymódosítást, hogy az ilyen úgynevezett csalárd cégeladásokat jó ötlet volt a javaslatban, hogy akadályozzuk meg úgy, hogy hirdetményt kell közé tenni a KFT eladáskor. Meg kell hirdetni a KFT üzletész eladást, és akkor biztosítékot kérhetnek a hitelezők. És ez nagyon helyesen a kormányjavaslat tartalmazta, és záró szavazás előtti módosító javaslat formájában a kormány, vagy azt mondom, valamelyik kormánypárti képviselő kivenni javasolta, és ki is vették a törvényből. És amikor megkérdeztük, hogy miért, hát azért, mert majd jön az új PTK, tehát addig is legyenek családcégeladások. Tehát itt nagyon, tehát a minisztériumok hiába próbálnak adott esetben tájszerű jogalkotási munkát folytatni, itt egy ilyen szőnyegbombázás zajlik, és egészen elképesztő dolgok. Most a házszabályt úgy módosították, hogy most már a zárószavazás előtti módosító javaslat, az most már bármilyen témában bemehet. Tehát most már nem is kell, hogy köze legyen, hogy úgy mondjam, az alaptörvény, tehát az érintett jogszabályhoz. Tehát egyszerűen végletekig lehetne folytatni ezt a sort. Én ezt egy hungarikumnak szoktam nevezni, ami arról szól, hogy már hungarikum törvény nem fogja tartalmazni valószínűleg, ami most a ház előtt van, de ez tényleg egy botrány, hogy gyakorlatilag ez a jogalkotásnak a tekintélyét és a méltóságát sérti, hogy kormánypárti képviselők javaslataival rendszeresen hoznak be olyan módosítókat, semmilyen szakmai érv nincs mögötte, puff, megszavazzák, többség, átmegy, és még a minisztériumi tisztviselő is csak tájtja a száját velünk együtt, hogy miért kellene így zajlani. Remélem a konszolidáció ebben majd változást hoz. Képviselő úr, egyel kevesebb kérdést fog kapni hosszú hozzászólás miatt. Ez fontos volt nekem, hogy elmondhassam, hogy ennyit megért. Ez nem ért. Hogy miért nem az a jobb hát a kérdés? Ez egy kínos kérdés, nem? Ja, hát lehet. Az jöhet. Akkor egyel többet fog kapni. De mi már azt nem várjuk meg. Is kérnék esetleg hát a... Képviselő úrhoz a kérdés. Arra lennék kíváncsi, igaza van miniszter úrnak, hogy ön szerint miért fontos szabadlábra helyezni egy közveszélyt okozó bűncselekmény elkövetésével megvalósított terrorcselekmény megalapozott vágyával fogvatartott szemét. Ön szerint elfogadható-e a politikai ellenszenf kifejezésének eszközeként a terror? Nem fogadható el nyilván, de hát Gudázi György esetében nem is erről van szó. Tehát ott arról van szó, hogy 2008-ban, nem tudom, emlékszünk-e, Draskovics Tibor, akkori igazságügyi miniszter, aki ugye mindenre, minden pozícióra képes volt, hiszen ő már volt sok minden itt Magyarországon, de akkor éppen rendészet igazságügyi minisztérium volt, egyébként helyesen szétválasztásra került a rendészet és igazságügy kormányváltás után. Ő leült halálkomoly arccal, néhány titkosszolgálati tiszt jelenlétével, és levetítettek egy videót arról, hogy itt látható az a felvétel, hogy Budázi Györgyék robbantanak, gyakorolják a robbantásokat. Majd kiderült, hogy ez a felvételnek semmi köze nincs Budázi Györgyékhez, de úgy, ahogy van ebben a 2,5 év, vagy lassan 3 éve tartó eljárásban, egyetlen egy olyan hitelt érdemelő bizonyíték nem került elő, amely azt bizonyítaná, hogy Budázi György és társainak bármi köze van 2008-ban történt úgymond robbantásos cselekményekhez, amely egyébként csak halkan jegyzem meg a úgynevezett egészségbiztosítási pénztárak magánosítása elleni úgymond akció keretében történt. Ártatlanság vélelme ez egy nagyon fontos jogállami alapelv, az előzetes letartóztatás intézményét visszaélésszerűen alkalmazták, előrehozott büntetésként. 2006 őszén rengeteg ilyenre került sor, ugye több mint 200 embert vágtak előzetesbe, tehát annak idején ugye nem lehetett így fütyülővel odajönni és tüntetni, hanem ott bizony, aki tüntetett, az vagy bilincsben ment el, vagy fél szemét otthagyva rendőri fogdában került. Erről szóló könyvemet viszont szeretettel szeretném minisztériumnak átadni. Jogvédők a Nemzet Szolgáltatban a Nemzeti Jogvédő Szolgálat elmúlt 7 éves tevékenységét foglalja össze. Lesz mit olvasni a felszólalásokon? Így van, a Gyurcsány rendszer, így van, remélem, hogy akkor ekkor meg tudom bocsátani a miniszter úrnak, ezt olvassa a felszólalásom alatt, de szeretettel adom át akkor neki ezúttal is. Köszönöm szépen. Jó, miniszter úr szeretne esetleg erre reagálni, hogy kevesebb kérdés jusson? Nem. Jó, önhöz szól a következő kérdés. Miért nem szavazta meg a Fidesz az állambiztonsági múlt feltárását elősegítő LMP-s törvényjavaslatot, és miért nem szólt hozzá egyetlen fideszes képviselő sem a vitához? Ezt a szerintem a frakcióvezetőtől kell megkérdezni. Én nem szavaztam. Jelen voltam, és nem szavaztam. És miért? Úgy ítéltem meg, hogy így tudom összeegyeztetni a lelkiismeretet és a frakciófegyelmet. Értettük.
Gauni Nagy Tamás nem szeretne hozzászólni? Igen, szeretnék. Igen, hát ez, ebben egyébként nagyon közös álláspontunk vagyunk az LMP-vel, sok mindenben nem, de egyébként mondjuk a elmúlt 8 év megítélésében és például a titkosszolgálati múlt feltárásában egyetértünk. Nem érve az, hogy sok aktát ledaráltak, tehát azokat az aktákat is meg kell ismerni, és azokat a volt ügynököket is meg kell ismerni, akik bizony szolgáltak egy nagyon rossz rendszert, és hát ez számomra tényleg felfoghatatlan, hogy miért nem. Ugye, rendszerváltozásról miért beszélünk akkor, ha nem tisztítjuk meg a közéletet, és miért nem látunk tisztán a Nemzeti Emlékezet intézetét szerettük volna, hogyha felállítják itt az alaptörvény átmeneti rendelkezésről szóló vitában. Egy bizottság jött létre, ami majd kezeli iratokat, de az igazi áttörés az lenne, ha egyébként ez teljesen átlátható lenne, mint Németországban, vagy rengeteg más közép-kelet-európai országban megtörtént a teljes ügynökmentesítés, és ez erre nagyon szükség lenne, ha ne legyenek ilyen ügynökkártyák. Jó, Gaudi Nagy Tamáshoz szól a kérdés, hogyan tudja összeegyeztetni a nem liberális alapokon nyugvó demokráciát a királyság államformájával, melyet ön ideálisnak vélt Magyarország esetében. Most akkor a Jobbik tényleg a legdemokratikusabb párt-e Magyarországon? Abszolút össze tudom egyeztetni, menjen el valaki mondjuk Belgiumba vagy Nagy-Britanniába, szerintem ott hát elég hamar csúnyán jár, hogyha ott elkezdi emlegetni azt, hogy hát hogy lehet összeegyeztetni Nagy-Britanniában a királyságot és a a jogállamiság alapelvét. Na, vannak ott is viták, meg vannak problémák nyilván, de azért alapvetően, hogy demokratikus értékek mentén működő államokról van szó, az gondolom nem vitatható, ugyanúgy Spanyolországról is ráolvasható ez, tehát én nem hiszem, hogy ettől. Ez egy értékünk nekünk, ez az én személyes véleményem, ezt így szokták ugye hivatalosan mondani, tehát nem a Jobbik programjában ilyet nem találnak, de olyat találnak, hogy a történeti alkotmányunk értékeinek az egészét kell nézni, és a Szent Korona eszme az egy mindenek fölött való érték szerintünk, amelyből nagyon sok jó meríthető. Az önrendelkezés alapelve, a korlátozott, osztott és ellenőrzött hatalom alapelve. Montesquieu előtt már réges-rég magyar érték hatalom megosztás elve. Ezt nem ő találta ki. Az utolsó kör. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre is járó hallgató kérdezi Navracsis Tibortól, hogy a köztisztviselői életpálya modellről keveset hallottunk ma, ez azt hiszem mindannyiunk bűne, és hogy milyen programok segítik a frissen végzett hallgatók elhelyezkedését majd. Van-e fantázia? Hát ott rengeteg. Tehát a politikustól azt kérdezi, hogy majd mi lesz, az akkor szárnyal a fantázia. De nem akarom önöket becsapni, ezért most itt nem hiszem, hogy önöket az érdekelné, hogy egyébként Navracsis Tibor szerint hogy fog kinézni 25 év múlva mondjuk, vagy bár a hallgató valószínűleg előbb végezni fog a Nemzeti Közszolgálatban, és azt kívánom, hogy végezzen előbb, hogy mondjuk 4 vagy 5 év múlva. Én azt tudom elmondani, hogy most mi az, amit tettünk első lépésként, ez a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj, amely idén is 150 fiatal számára teszi lehetővé, hogy egyrészt minisztériumokban végezzenek szakmai gyakorlatot, majd ezt követően egy általuk megjelölt Európai Uniós tagállam államigazgatási minisztériumában vagy államigazgatási szervénél legyenek szűk fél évig szakmai gyakorlaton, és hogyha hazajönnek, akkor az államigazgatásban elhelyezkednek. Ugye ez sem egy túl egyszerű feladat, hiszen közben folyamatosan karcsúsodik a kormánytisztviselői kar és maga az állami apparátus is, de mi ezt a fiatalitásnak is próbáljuk meg felfogni, ami, hogyha lehet ilyen patetikusan a vége felé fogalmazni, akkor számomra egy személyes ügy. Tehát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az egyik, sőt, ha jól tudom, akkor a legfiatalabb átlag életkorú minisztérium a magyar kormányzati rendszerben. Nagyon sok fiatal, tehetséges ember dolgozik ott, és éppen annak a jegyében ez egy tudatos fiatalitás az államigazgatásban, mert úgy gondoljuk, hogy egy kultúraváltásra is szükség van a közigazgatásban. Egy olyan kultúraváltásra, amely az idegen nyelvet jól beszélő, más országok államigazgatási szakembereivel személyes kapcsolatban, közvetlen személyes kapcsolatban lévő emberek számára nyit pályát, és a Közszolgálati Egyetem egyik deklarációja is ez, hogy a közszférában lévő, az állam
államhoz kötődő hivatások, úgy mint a katonai hivatás, a rendőri hivatás, a kormánytisztviselő hivatás és reményeink szerint a diplomáciai hivatás konvertálható legyen, olyan tudást adjon, aminek következtében egy államnak dolgozó szakember bizonyos feltételek mentén át tud menni a másik pályára. Ugye azt szokták nekünk mondani, hogy de hát egy 50 éves rendőr hogyan fog majd kergetni az utcán egy rablót, hiszen nyilvánvalóan úgy gondolják, hogy ő már gyengébb fizikai állapotban van, de nem szükségszerűen kell neki az utcán rablót kergetni, mert hogyha az a rendőr olyan és úgy gondolja, hogy az ő képzettsége megvan hozzá, és szakmai háttere megvan hozzá, akkor el tud menni dolgozni az államigazgatásba, civil tudását is tudja hasznosítani, hasonlóképpen katonák és vice versa. Tehát én azt szeretném, hogyha ez a kormánytisztviselői életpálya és általában a közszolgálati életpálya átjárható pályákból állna, amikor olyan konvertálható tudást szereznek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amely a későbbiekben számukra lehetővé teszi, akármilyen idők is jönnek, hogy az állam alkalmazásában állva az egész életpályájukat végig tudják futni. Röviden itt tudnám összefoglalni. Köszönöm szépen. Utolsó kérdés képviselő úrhoz, ugyanez tulajdonképpen, nem pont ugyanez, de hasonló, hogy jónak tartja-e, hogy létrejött ez az egyetem, helyesnek tartja-e ezt a modellt? Na, mint, hogy a Corvinus Egyetem. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Ja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Corvinushoz ne nyúljunk. Jó. Hát itt annyi mindez, nyújtak már itt az elmúlt másfél évben, ezen se csodálkoznék. Tehát ugye a legérdekesebb ilyen kis kodifikációs kis malőr az nemrégiben történt meg, hogy ez a Nemzeti Információs Biztonsági Központ, ez a szuper titkosszolgálatot szerették volna megcsinálni. Mi is kormányon belül aztán Kövér László becsúszó szerelése ezt megakadályozta, mi is támogattuk ebben. De ehhez képest a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény nemrégiben elénk került javaslatában, tervezetében benne volt, mint létrehozó önálló közszolgálati szerv. Az a szerv, amit már egyébként korábban a parlament pár hónap ezelőtt leszavazott, úgyhogy remélem, hogy nem lesz ilyen. Viszont amiről mindenképpen beszélnék, azért az a hallgatónak a röghözkötésére vonatkozó ugye szabályozás. Tudom, ez nem igazán a mi hatáskörünk, de itt tudom, hogy nagyon sok embert azért ez meglepetésszerűen ért. Nagyjából ugye ez arról szól, ha jól tudom, ugye, hogy kétszer annyi ideig kell úgymond szolgálni, vagy lenni, működni Magyarországon, mint amennyi ideig a tanulmányok folytatódnak. Tehát a kiszámíthatóságot, én a kiszámíthatóságot kérném számon a mindenkori kormányon, akár a közszolgálati köztisztviselőkről van szó, akár a hallgató jogviszonyról van szó, hogy azért, amikor valaki elkezdi a tanulmányait, akkor, és állami fenntartású pozícióban hallgatóként tanul, akkor ne kelljen olyanokat megélni egyik napra a másikra, még hogyha az előző 8 év teljes csődtömege is itt van a nyakunkon, és az IMF szorongatja Magyarországot, meg a Európai Unió is, sok esetben való méltatlan és alaptalan, valamikor meg alappal, ettől függetlenül semmi közük nincs ilyen értelmem ehhez az ügyhöz, de a közszolgált kiszámítható közszolgálati pályamodell az egy elfogadható, csak ne klientúra építést akarjon, másrészt pedig valóban az érdemek, tehát a képességek és érdemek mentén legyen a kiválasztás, és a hallgatók szempontjából pedig szerintem le kell teremteni a feltételeit annak, hogy valóban jókedvel és boldogító jövővel, szebb jövővel dolgozhassanak itt Magyarországon a végzett hallgatók. Hát jelenleg azért a diplomás állásnélküliségben elég komolyan rosszul állunk, és hát itt 1 millió munkahely ígérete is volt, 2 hét alatti közbiztonság ígérete, ezek azért még elég távol vannak, hogy megvalósulhassanak. Jogállamiság helyreállítása hangzott el ígéretként, ehhez képest szerintem inkább bizonyos tekintetben még tovább is bontódtak egyes jogállami intézmények. Úgyhogy mi az egy olyan modellt támogatunk, ahol kiszámíthatóság van, ahol minőségi közszolgáltatás van, és a hallgatóknak sem kell mondjuk hát méltatlan helyzetbe kerülniük. Nyilván ők is gondolom sokkal szívesebben maradnak Magyarországon, csak legyen egy jövőképük, hogy ők vállalkozásba mennek, akkor ne legyenek túladóztatva, ne legyen egy gyakorlatilag egy piacát vesztett, sodródó ország szenvedő alanya egy végzett fiatal, hanem lássa a jövőképet maga előtt. Most a fali óra szerint, amin még van 2 percünk, és amely egyébként 5 percet siet, vagyis késik, bocsánat, tulajdonképpen a végére járunk. Ilyenkor az szokott lenni, hogy megadjuk a lehetőséget a két vendégünknek, hogy egy nagyon rövid az idővel jól gazdálkodó zárszót tartsanak. Szeretném megkezdeni, hogy nem szeretnének ettől a lehetőségtől most elállni. Én már megtartottam igazából. Én is így érzem.
miniszter úr, egy rövid, patetikus végszó. Előző is a patetikus volt. Nem. Hát ebben az esetben nagyon köszönöm mindenkinek, aki akár ülve, akár állva hallgatta végig a mai rendezvényt, a részvételőket, és külön köszönöm két vendégünknek, és jöjjenek el máskor is. Viszontlátásra, köszönöm szépen. Köszönöm.